a címbe úgy szerepel, hogy apokalipszis most, azért tudni kell, hogy semmit nem szabad elkapkodni. Tehát mindenek előtt az evangéliumból az idézet. Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud. Gondolom elég érthető és világos. Tehát még egyszer nekirugaszkodok. Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az idő. Ez így kezdetnek azért nem túlságosan rossz, mert hajmeresztő világvége jóslatok vannak már, hát ki hány évtizedet vagy évet élt meg, megtapasztalhatta saját életén belül, hogy állandóan vannak világvége specialisták, akik kijelentik, hogy meddig tart a világ, mikor fog elmúlni, és amikor történetesen nem következik be a világ vége, akkor jön egy újabb csavarás a mondat fűzésen, hogy bekövetkezett, a rezgés számok megnőttek, csak nem vettük észre. Tehát valami hasonló szokott ilyenkor elhangozni. Az utóbbi időben, hát nem ezzel fogjuk tölteni az időt, csak emlékezzünk vissza, mennyire népszerű volt a maja proféciáknak az ügye, ami azért volt rendkívül izgalmas, mert lehetett tudni, hogy semmi valóságos alapja nincsen annak a dátumnak. Na most szokjunk hozzá, hogy a tömeghisztéria és egy közösség tisztánlátása az két különböző kategóriát jelent. És mi nem hisszük el azt, mivel hát közösségben, népben, nemzetben élünk, hogyha egy társadalmat tömegesítenek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem közösségi, népnemzeti szinten van jelen, hanem lakosságként. Akkor korlátlanul és vég nélkül manipulálható, ráadásul olyan ügyesen, hogy aki ennek áldozatává válik, szentül meg van győződve, hogy ő mindent jobban tud. És tulajdonképpen úgy van, ahogy ő tudja, és mivel több oldalról van megtámasztva az ügy, tehát ez mit jelent? Általában két szélső nézet alakítja a nézet és látás és szempont nélküli világképünket és világnézetünket, valamint a tömeg manipulálásnak a szintjén. Tehát az egyik oldalon van az úgynevezett, nevezzünk bárhogy lehet nevezni, spirituális megközelítés. És akkor megint az ember igyekezett finoman fogalmazni, tehát ebben minden benne van. Tehát tulajdonképpen itt aztán minden összejön, ami a jövendő mondáshoz negatív értelemben kapcsolódhat. A másik oldalon pedig mindeneknek tagadása jelenik meg, tehát ez azt jelenti, hogy nincsen szellemiség, nincsen lelkiség, egyszer élünk ebben a világban, és a tudomány amúgy is kétségtelenül bebizonyította, hogy mit azt általában senki nem tudja, miért nem tudja, mert mire utána jár, azóta a tudomány már rég bebizonyította, hogy amit addig bizonyított, az már réges-rég nem úgy van. Na most képzeljük el ezt a kettőt, hogy úgy mondjam, szélsőséges nézetet, hogy közösen zsáka foltja alapján, úgy ideológiai szinten megpróbálják irányítani és kormányozni a világot a mindenkori lelkes kortárs résztvevőkkel. Most ez a maja profécia az azért volt nagyon izgalmas, legalábbis számomra, mert a maja utód népek, ha tehették, nem egyszer nyilatkoztak. Tehát ez mit jelent? Tehát ugyanazok a filmek, ugyanazok a dokumentumfilmek, népszerűsítő filmek, amik mondjuk fő műsoridőbe elhangoztak, és itt komoly filmekről is beszélhetünk, mert arról szóltak, és énkor hát szagról érezni meg, maga Jézus mondja, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. Tehát azért lehetne érzékelni, hogy manipulálásról van szó. Tehát ha már filmipar feldolgozza, ebből, ahogy mondani szokták, sokat nyernek, elképesztőek a bevételek. Ugyanakkor ezoterikus körök, naponta, hát nincs az a varjó, amelyik nemesebben tudna károgni, vagy mondjuk az én tényleg nagyon jó barátaim itt éveket annak előtte végig károgtak, hogy 2012. 12-én 12 órakor itt a vége fuss el véle.
És ugyanezek a barátaink, amikor ez nem következett be, mint dalos pacsirták, akik elnémultak, tulajdonképpen ugyanúgy folytatták tovább a gondolatmenetüket, csak egy darabig azért mégiscsak úgy visszafogtosták magukat. Tehát nem egy nyilatkozatban, csak ugye adagolás, manipulálás. Tehát amikor sokakhoz szólnak mondjuk médián keresztül, akkor ismert a tétel főműsor időben. Tehát mikor a legnézettebb. Amikor kevesekhez, mert azért az is, akkor ki lehet találni, akkor senki nem nézi. Tehát ez lehet kora reggeli, vagy nagyon késői időpontban. És általában ilyen nagyon késői időpontban híranyagban bevágták ezeket az idézeteket, ahol a maja utód népek tiltakoznak, szellemi vezetőik nyilatkoznak, hogy ilyen nincsen. Tehát elfogadja valaki, nem fogadja, nincs ilyen. Őnekik nincs erről tudomásuk. Ez a legjobb módszer egyébként, annak nevében beszélni, aki ebben a kérdésben hallgat. Miért? Mert hát nem kérdezik meg őt. Viszont az, hogy vannak nagy kultúraalkotó népek, és ez egy mindig divatosság. Tehát érdekes módon világvége ügyben Egyiptomot annyira soha nem kapták fel. Nem tudni, hogy miért, nyugodtan megtehették volna, de végeredményben ilyen típusú források, ilyen mennyiségben, hogy érdemes legyen mondjuk felmelegíteni az ügyet, nem kapták fel. Babiloni csillagászat eredményeivel már lehetett volna előre lépni, igen, ám ezek nagyon könnyen ellenőrizhető. Tehát ez mit jelent? Egy laikus számára is. Miért? Mert viszonylag jól feldolgozott kultúrákról van szó. A maja műveltség messze van. Óceánon túl van. És magyar nyelven, amit róluk megtudunk, nem fogjuk elhinni. Hát az ember azon töpreny időnként, hogy nincs semmi kulturális előtt, hogy tulajdonképpen kiadványokat, könyveket, nagyon komoly régészeti munkákat, amelyek az egész jól meg vannak fogalmazva, mondjuk magyar nyelvre átültetné valaki. Helyette mi van? És nem nevezem meg, hogy milyen feloldásban, de tulajdonképpen elég szilkos módon kapunk egy-két hatásvadász könyvet. Mondjuk maja műveltség vonatkozásában. Vagy egy-két utikönyvet. Kevesen jutnak el oda, tehát utikönyvet lehet kiadni. Az, hogy mi a maja csillagászat, milyen volt a műveltségük, kultúrájuk, vallásuk, erről már mi gyakorlatilag anyanyelvünkön szinte semmit nem tudunk olvasni. De most így kell csinálni, miért? Mert lefordítanak egy könyvet, profécia címe, ez is jól hangzik, maja proféciák, csak neked, akciós áron, csak most, világvége, elfutunk véle a messzeségbe. És amikor nem jön be, semmi probléma, pár év eltelik, és jöhet az újabb világvége kampány. Na most nagyon gyorsan szoktunk felejteni, azt gondolom észrevettük. És azért kezdem így, hogy érzékeljük el, mennyire egyszerű ügyről van szó, tehát egy világnak a vége. Az bármennyire hihetetlen, az nem úgy jön el, hogy addig elrejtett forrás most nagyon pozitív módon közelítünk. Titkos iratokból előkerült az indexátum. A teremtő, ha számolunk vele, már pedig számolunk vele, teremtette a világot. Magyarul nem rád tartozik. Ez nem jövendőmondás kérdés. Ez nem profécia kérdés. Ez nem csillagászati, nem asztrológiai, nem asztronómiai, nem asztrozófiai kérdés, hanem amikor eljön az ideje, akkor vége lesz. És azért keresztény kultúrkörön belül legalább a kereszténységnek, hát Jézus Krisztus szavait annyira érdemes lenne megbecsülni, hogy amikor képzeljük el, amikor a fiú egyes szám első személy jelenléttel nyilatkozik, és elmondja, hogy senki nem tudja, az ég angyalai sem. Tehát jöhetnek angyalok naponta, nekem kinyilatkoztathatják, csak van egy probléma. Maga a fiú úgy nyilatkozott, hogy az ég angyalai sem tudják. A fiú sem tudja. Miért? Mert nem angyalok teremtették a világot,
nem a fiú teremtette a világot, hanem a teremtő teremtette a világot. És ha megünk bennünket, mondjuk van rá esély, mert közel járunk ahhoz, de azért kegyelem is létezik, akkor majd eldönt. És ezért van az, hogy például a négy evangéliumban, háromban a szinoptikusokban, ott elég részletesen, érdekes módon nem magában János evangéliumában, hanem Máté evangéliuma, Lukács evangélium és Márk evangéliuma, Jézus Krisztus egészen részletesen beszél a világ végéről. És mindig elmondja, hogy úgy jő el, ez egy nagyon ismert példa, mint a tolva éjjel. Tehát ez mit jelent? Rafinálta az ügy. Miért? Mert amikor nem számítok rá. Tehát amíg huhogó kórusok huhogják, hogy eljön, ahelyett, hogy azt kórusnőben érzékeltetni, hogy imádkozzunk, fogjunk össze. Miért? Ez nem gyerekjáték. Ez nem valami izgalmas műsor, amit majd a televízió közvetít. Hát hányszor mondja el maga Jézus evangéliumokban? Olyan szenvedés lesz azokban a napokban, amilyen szenvedés a Földön, a Föld keletkezése óta soha semmikor nem volt. Akkor miért ezt várjuk? Tehát miért nem arra vágyakozunk, hogy ne következzen be? Igen, ám, de az egy cselekvési igényességet igényel, hogy valamit tegyünk érte. Nem tetszik a környezetünk, nem tetszik a világ, ez idáig teljesen jogos, tehát van ilyen elképzelés is, minél hamarabb annál jobb. Na de nem gondolunk bele, és utána mi lesz? Akkor mi lesz? Hogy fog a szeretteiért szenvedni? Hát egy kisebb-nagyobb háború, vagy egy komolyabb járvány, milyen iszonyatot tud kiváltani? Akkor képzeljük egy globális katasztrófát. És még mindig el lehet kerülni. Miért? Nagyon egyszerű a dolog, mert tényleg kegyelem is létezik, és azért létezik, hogyha folyamodnak érte, akkor elnyerjük. És minden esélyünk meg lenne arra, hogy elnyerjük. Igen, nem, de visszatérünk az üdvtörténetnek, Jézus Krisztus útjára, és bizony az sem volt kötelezően előírva, hogy ő keresztfára feszítessen. Bármilyen lehet. Senki nem mondja komolyan, hogy azért születik, hogy majd őt jól megfeszítsék. Ez be van kalkulálva, hogy megtörténhet, de nem kötelező őt elárulni, nem kötelező ennyire kiélezni, végletessé tenni a megváltásnak a világát, és bizony, hát amennyire nem hangsúlyozzák az evangélium, de lehet érzékelni, gaztetteket elkövetni nem kötelező. Tehát nem azt, hogy elő mozgatni a világ megváltásának ütemtervét. De lehet tudni sajnos, ha így mennek a dolgok, be fog következni. Most ugyanez vonatkozik eszkatológiai ügyekben is. Nagy valószínűség szerint, ha így mennek a dolgok sajnos, előbb-utóbb valamikor, hogy mikor, az egy külön kérdés, be fog következni. És mivel ténylegesen felmerülnek ezek a, hogy úgy mondjam, sorskérdések és jelenségek, mert mindenkit izgat és foglalkoztat az, hogy mit, mikor következik be. Most érdekes módon, amikor legkevesebb eszköze van az emberiségnek arra, hogy előre lássa, hogy mikor mi fog bekövetkezni, annál nagyobb az úgynevezett felkorbácsolt természetellenes idény. Én emlékszem arra gyerekkorunkban, hogyha negatív értelemben voltunk kíváncsiak. Emlékezzünk vissza. Ez soha nem számított jó pontnak. Tehát van egy egészséges kíváncsiság, járjál utána. Aki nem hiszi, járjon utána. De amikor valaki csak úgymond azért kíváncsi, hogy valamit ilyen szenzáció hajhász szintjén megtudjon, annak végeredményben nem sok értelme. Tehát egy biztos, amikor szó van és Jézus Krisztus beszél a világ végezetéről, akkor végeredményben két dologra mindig markáns módon figyelmeztet.
Az egyik, hogy nem tudjuk, hogy mikor, a másik pedig, hát ahol eltértünk az úttól, hogy tehát nem tudjuk, hogy mikor, tehát ezt már sikerült érzékeltetni, és a másik, hogy úgy jön el, na most képi veszi, mint a tolvaj éjjel, vagy mint ahogy a villámlás napkeletről napnyugatig ellátszik, tehát hirtelen, váratlanul. És mi a félelmetes és háborzongató a képi beszédben? Ami drámai figyelmeztető a közeljövő eseményei, hogy mennyire tudjuk végül is irányítani, kormányozni, kézben tartani, vagy hogyha nem tudjuk, akkor mennyire nem válunk mondjuk a közeljövendő eseményei áldozataival. Tehát végeredményben ez mit jelentene, hogy nem lehet kiszámítani. Tehát nem számítási kérdésről van szó, hogy én számítok rá és be fog következni. És amikor senki nem számít rá. Most ezt már elképzelni nem lehet, hogy ez mit jelent, miért? Mert úgy élünk, hogy azt hiszünk, hogy mi mindig mindenre számítunk. Hát persze az életnek egy ilyen nagyon egyszerű ketrezbe zárt szintjén egy-két apróságot állandóan figyelemben tartunk, de amikor tényleg társadalmi méretű eseményeknek vagyunk a megélői, mint jelenkorban, kiderül, nem tudja, hogy mi történik körülötte. Sodródik az eseményekkel. Nem tud hozzátenni, elvenni se, és tulajdonképpen nem tud számolni azzal a dologgal, ami sajnos nem nagyon kemény tény a hétköznapi világ forgatagát, hogyha figyelembe veszünk, hogy úgy van kiszámítva, de ez nem pozitív módon, hanem negatív módon. Tehát itt tulajdonképpen egy sötét háttér erővel lehet számolni. Hogy úgy van kiszámolva, hogy én ne tudjam kiszámítani. Nem tudom, hogy érzékeljük. Már minden túl van számolva. Minden túl van számítva, minden túl van tervezve, minden agyon van ellenőrizve, mégis mi a lényeg? Hétköznapi szinten nem tudok számolni azzal, hogy mire számíthatok. Miért? Mert rafinált módon van megtervezve azon a szinten a jövő, a közelbe, középtávol és a jövőre, hát ami nem embernek van. És ma már eljutottunk oda, most már napnál is világosabb, az igazi célpont sajnos maga az ember. Tehát az ember ellen intéznek támadásokat. Tehát már nem arról van szó, hogy régi nagymúltú népek múltat végképp eltörölni. Ezt igazából nagyon eltörölni nem tudták, de fejekből sok mindent sikerült kitörölni. Tehát minthogyha az ember lenne a cél. És a jelenések könyve itt válik végletesen izgalmassá majd, mert minden jel arra mutat, hogy mint emberek ezen a földön nem egyedül élünk. Nem vagyunk egyedül. Mert senki nem gondolhatja komolyan, hogy a teremtő által teremtett ember, most kicsit ilyen patetikus kifejezéseket használok vallási keretekbe öltözve annyira elfajul a teremtőjétől, hogy éjjel-nappal a természetet, tehát azt a természetet, amit a teremtő belül kívül létrehozott és megteremtett, azt naponta, másodpercenként úgy pusztítja, minthogyha utálkozna, gyűlölni és unvarodna tőle. Nem mondom el ezt a mondatot, hány állat és növény fajta pusztult ki, csak néhány másodperc vagy perc alatt, hogy érthető legyen. Tehát végeredményben valami, ahogy mondani szokták, itt nem egészen a megfelelő kerékvágás van. Tehát ezen az úton végeredményben az ember teremtése, létrehozása, szabad akarat, azt csinál, amit akar, egy úgymond ilyen mértékű világpusztításhoz az emberiség magától megmerem kockáztatni, soha az életben nem jutott volna el. Miért? Mert nem ilyen. Hát még ma is hány ember van, vagy gondoljunk, hát az idősebbek, a nagyszüleink megjötték a második világháborút. Hányszor mondták el azt, hogy az emberek nem hitték el? Mit nem hittek el? Hát
túl vagyunk a nagy háborún, az első világháborúban, és rövid időn belül, néhány évtizeden elmúlik, és már jön a második világháború. Na most itt kell figyelni, nem veszed észre? Hogy ez nem olyan kérdés, hogy te elhiszed, vagy nem hiszed. Nyilván az ember nem úgy éli a mindennapi életét, hogy másokat tömegkatasztrófába akar sodorni. De ez a jelenség jelen van a világban. És a jelenések könyve is, hogy vakmerő, ha lehet így fogalmazva, bátorsággal taglalja ezt a kérdést, és van egy olyan mondat, ez nagyon ígéretes, de a szomorúság hol lejön? Hogy ne jussunk el odáig, de mi lesz, ha eljutunk odáig? Elpusztítja azokat, így szól a mondat, elpusztítja azokat, akik a Földet pusztították. Most ez egy fél mondat, de gondolom eléggé világos. Tehát úgy mond az utolsó, a végső nagy megpróbáltatásokat követő ítélethelyzet, az magával hoz egy olyan tétel, hogy elpusztítja ő azokat, akik a Földet, és külön hangsúlyos, mert a világ és a Föld egymásnak lehet szinonimái, de mégiscsak a Föld az Föld, és a világ az végeredményben egy olyan foglal, beszélünk földi világról, napvilágról, a mi világunkról, de a világunk lehet nagyon általános, nagyon egyetemes, tehát az egész kozmikus világot jelentheti. Aztán még mit lehet itt bevezetőben esetleg elmondani? Hát János apostol elméletileg a szerző, tehát a jelenések könyvének a szerzője. Miért mondom, hogy elméletileg? Gyakorlatilag is ő, de akik mondjuk, és nem kell hozzá szakértőnek lenni, azért lehet érzékelni annyit, ha valaki elolvassa a János apostol leveleit, vagy a János evangéliumát, akkor a szöveg, tehát azt, hogy hogyan fogalmaz. Lehet érzékelni, hogy aki a János evangéliumot Szent Jánosként mondjuk, képzeljük el azt, hogy ő fogalmazza, de olyan módon, hogy le is írja. Az nem azonos a jelenések könyvének, hogy úgy mondjam, szerzőjével ilyen szinten. Na de attól még az lehet János. Miért? Mert nem kell hozzá nagy stiláris érzékkel rendelkezni, teljesen más a mondatfűzés. Tehát a szóhasználat, mondat, szerkezet, tehát irodalmi szinten is, ha valaki történetesen elolvas egy Juhász Ferenc verset, elolvas mondjuk egy Pilinszky János verset, vagy egy Töredéket, hát két-három mondat alapján meg tudja ítélni, hogy ez nem ugyanaz az ember írta. Attól mind a kettő kiváló. Tehát itt kell egy kis, nem okoskodásra jellemző ez, tehát nem hogy azt tudjuk, hogy most okoskodunk, de a történetesen találkozunk olyan emberrel, aki majd ezzel jön elő, hogy a forráskutatás már rég bebizonyította, hogy hát ez stilisztikai szempontból különbözik az evangéliumoktól és a levelek világától, és akkor mi van? Hát ő gyakorlatilag ezt elmondja, le is írja. És ha valaki végigolvassa, majd ugyanúgy nagy emlékezet alapján leírja. Ez attól még János apokalipszise lesz. Miért? Mert nem ő írja, hanem leírja, amit Jánostól hallott, Jánostól tud, vagy gondolni vél. Ez egyébként mindig is volt erre példa, de ez a legkevesebb. Ez már viszont a Jánosságnak a világára vett nagy fényt, hogy ki ez a János. Tehát van egy keresztelő Szent Jánosunk, aki Jézus Krisztus útját előkészíti, és az evangéliumokban, hát amikor ő úgymond mártír halálban részesült, tehát fejét fogják venni, utána észre se vesszük, és a János név megy tovább mind a négy evangéliumban. Ez nem azt jelenti, hogy a kettő ugyanaz, hanem valamiben közösek. Az egyik János előkészítette Jézus Krisztus útját. Sőt, még találkozik is. Sőt, meg is kereszteli Jézus. A másik pedig, aki keresztelő Szent János tanítványa volt a hagyomány szerint. Jézus szeretett tanítványa lesz. Tehát a Jánosság megy tovább.
úgy tűnik, hogy a jánosság az valami olyat jelent, amit nem minden név vonalán lehet földi nevek világán belül felmondani. Tehát valamit tud ez a János név. Ennek van egy ótestamentumi hangalati változata, és ne jegyünk meg tőle, ugyanazok a magyar nyelven, ugyanazokat a másra hangzókat fogjuk mondani, ugyanannyi magánhangzó lesz bennük, és tulajdonképpen a két magánhangzó csak helyet csel. Hát Jónás proféta. És Jónásnak még van egy nagyon érdekes tulajdonsága, amellett, hogy a János névre az ő neve rárimmel, maga Jézus nyilatkozik úgy, ha jeleket akarunk. Ez megint nekünk szól egyébként. Miért? Mert egy horizontálisan oldal pillantások alapján úgy tűnik, most már nem tudunk tájékozódni. Miért? Mert össze van zavarodva körülöttünk minden. Tehát ilyenkor egy tengely mentén kellene, és leginkább fölfelé. És azért Jézus, amikor sokat idézett módon a világ végéről beszél, nem úgy tálalja a kérdést, hogy majd lesznek tévéműsorok, lesznek népszerű akkori tanítók, akik nagyon népszerűek, és valahogy annyira izgalmasnak találják a világ végét, hogy tanítási munkásságunkban legalább 10 katasztrófa időpont belefér. És még a 11-nél is lesznek tanítványaik. Azért nem furcsa ez? És itt nem csalódni kell. Itt arról van szó, hogy Molnár V. József mondaná, az emberi természet mégiscsak gyarló. Na de Jézus mit mond? Lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban. Nem a könyvekben, nem a televízióban, nem a Wikipédián, azon tágabb értelemben nem az interneten, hanem tetszik, nem tetszik, észre kell venni azt, hogy egy teremtett, kozmikus egészben élünk. Ezt ma főleg városi környezetben szinte alig lehet megtapasztalni. Miért? Mert oldalirányúvá vált a tájékozódás. Tehát ha át akarok menni a zebrán, akkor nem az eget fogom nézni, és tényleg ilyenkor nem szabad összetéveszteni a szempontokat, hanem hát nézem, hogy mikor vált. Na de ez a szabályozottság, ez gyakorlatilag a nap 24 órájára vonatkozik. Miért? Mert minden percünk, minden pillanatban agyon van szabályozva. Ma már, ha nem tűnt volna fel 30 évvel ezelőtt, ha valaki vissza tud emlékezni, demokráciáról beszéltek, önkormányzatokról beszéltek, önrendelkezési szabadságról beszéltek, közösségi élet, nagy kulturális szabadságairól beszéltek. Ma miről beszélnek? Korlátozás, visszafogás, korlátozás, szabályozás. Ma már gyakorlatilag a leghivatalosabb propaganda gépezet is csak azt tudja mondani, hogy nem szabad. Nem szabad ezt tenni, nem szabad azt tenni, és tulajdonképpen semmit nem szabad már lassan tenni. Tehát az, hogy be kell jelenteni már azt is, ha az ember mondjuk fogpiszkálót vesz a kezébe, hogy érthető legyen. 30 évvel ezelőtt elnézést, most kicsit, ha én elhittem ezt, egyébként nem hittem el, csak figyelmeztetni szeretném. Gyerekek, klasszikus a forgatókönyv a mondatkőzésben, nem ezt ígértétek. Világos? Vagy ha ez a demokrácia, hogy már nagyon sokan így tartják, akkor van egy probléma. Amiből nem kérünk, az pont ez. És mindent lehet jól és rosszul csinálni. Azt mindenki tudja, egy bolygónak is van jó és rossz tulajdonsága, hát nem neki van jó és rossz tulajdonsága, hanem egy hatást én tudok jól vagy rosszul megélni. Attól függ, hogy meg milyen szinten tartom saját magammal, önismeret szintjén a kapcsolatot. De a demokráciáról futó mondatban érdemes elmondani, hogy két jelentésű fogalomról van szó. Ugyanis ezt egyébként bármelyik nyelvész megerősíti, csak mivel van egy szellemi vonzata, inkább nem beszélnek róla. És a görög műveltségnek a fénykorában a démon, a daimon,
nem azt jelentette, mint a középkori kereszténység idején, hogyha démon írnak, akkor ördögöt értenek alatta. Tehát inkább úgy fogalmazik, hogy vannak jó tündérek, és vannak rossz boszorkányok. Na most egy biztos, a daimon és a démusz. Ugyanis a démusz jelenteni a névet. Igen, ám, de a demokrácia, mint szó. Ez tulajdonképpen bármelyikből levezethető. És ma már sokkal inkább az tűnik fel az embernek, inkább démoni karaktere van. Világ proletária egyesüljetek szélsőségtől, a világ fogyasztói fogyasszatok, lényeg az, hogy ne tiszta forrásból, hanem minden, ami szennyezett, az utányos áron, rabszolga díjként és életben tartási módként azért meg lehet szerezni, de a lényegi nagy dolgokra nem lehet számítani. És a szavaknak a jelentése mindig döntő faktorként jelenik meg. Tehát ha megpiszkáljuk, hogy amit naponta használunk, az a fogalom az mit jelent. És ha mint egy kétélű fegyver, hát először a népet kell tömeggé tenni, alakítani, a népet. Lakossággá tenni, tömegét, és akkor már démonizálni is lehet. Akkor már rászólnak egymásra. Miért? Amit tegnap előtti vagy aznapi parancsban hallani véltek, azt már ő maga fogja tovább parancsolni. Tehát rászólnak egymásra az emberek. Most nem akarom aktualizálni, de meghökkentő. Mintha mindenki született virológus lenne. Tehát nem virágzás tekintetében, ez is egy ideje mutatunk, hogy a virulás, az tulajdonképpen egy virológiai jelenség lesz, de ez megint egy külön kérdés. Megyünk szépen tovább a megkezdett úton. Tehát bizony vannak ilyen, hogy úgy mondjam, sajátosságok menet közben. És hogyha Jánoshoz visszatérünk már, ahogy jeleztem, tehát adva van ő, mint apostol, adva van az evangéliumok szerzője, és mármint az evangéliumok szerzője, ő egy kozmikus tulajdonságot is képvisel. Miért képvisel kozmikus tulajdonságot? A négy evangélistát milyen alapban szokták megörökíteni? Hát akkor kezdjük fentről. Tehát a fent az most olyan értelme, hogy a precessziós nagyvilág évnek a szilárd keresztjét, vagy a kis évnek a szilárd keresztjét kapnám meg. Márk evangélistát milyen állatalakban szokták kérdezni? Hát Velencére mondom. Oroszlán. Teljesen egyértelmű. Utána jövünk itt szépen. Lefelé most a precessziót járjuk végig. Kört, és hogyha lejtmenetbe elindulunk lefelé a csúcsról, akkor az ottani precessziós, hogy úgy mondjam, tavaszpont helyett az őszpontot fogjuk megkapni, de ott a bika fogja ezt képviselni, mivel fordított a helyzet. Tehát Lukács evangélistát nem egyszer bemegyünk mondjuk a gótika korának bármelyik templomába, a szentélybe, ott van a gyönyörű szép mennyezett, boltíves, és ahogy a bordák szépen egy keresztet vagy csillagalakzatot, ha tovább is kialakítják, akkor a négy evangélistát általában ott szoktuk látni. És Lukácsot például van olyan ábrázolás, így végigvonul a keresztény ikonográfián, ember teste, de bika feje. Na most onnan ismerős nekem az ilyen ábrázolási mód. Hát ha én mondjuk azt mondom, hogy pogányság, régi vallások, téves vallások, közhelyszerű megfogalmazás, állatokat isteneknek tekintettek, úgy imádták őket. Csak van egy probléma, elnézést, már két állatunk van és két evangélistánk. Magyarul vissza az agarakkal. Tehát egy olyan tájékozódjunk a világban. Mert nagyon könnyű mások felett ítélkezni, és ilyenkor történik meg az, hogy rajtunk is ítél, felettünk is ítélkezni fog. És Jézus nagyon keményen elmondta azt valamikor, hogy ki kardot ránt, kard által fog
ja, életét befejezte. Tehát ha vallás nevében kardot rántunk a világra, és teljesen mindegy, hogy nem mi vagyunk, de a hátterében ott van egy vallás. És földrészeket kifosztanak, gyarmatosítanak, népeket rabszolgaszínre fűznek. 500 éven keresztül szinte ez volt a menetrend. Hát van még egy igehely, a te tetteid követni fognak téged. Tehát ez mit jelent? Meg kellene nézni, hogy mit tett egy kulturális, ideológiai nagyhatalom globálisan a világban, utána kellene járni, bűnbánatot kellene gyakorolni, mint hogy II. János Pál pápa meg is tette valamikor. Hát bocsánatot kért az indiánoktól is. Hát azért, hogy érthető legyen. Itt nem ma született bárányok töltötték ki Mátyás király halála utáni fél ezer esztendőt. Valami történt a világban. És jellegadó módon, bármennyire hihetetlen, most nem akarok itt visszamutatásokkal élni, de a te tetteid követni fognak téged. És majd látni fogod, hogy veled hogy bánnak el. Persze, hogy méltatlan. Persze, hogy gonosz te. Csak annak idején egy biztonságpolitikai szakértő így nyilatkozott, még valamikor sok évvel ezelőtt, amikor megindult a nagy migrációs áradat. Egy. Erről rá lehet ismerni, hogy kit idézek. Egy. Nem kellett volna gyarmatosítani, világos? Hát hogy gondolja bárki is azt, hogy tönkre teszi a világot? Tönkre zúz több ezer éves műveltségeket, gyökerestől kiszaggat kultúrákat, kiiktat közösségeket, és annak nem lesz következménye. Hogy gondolja bárki is ezt? És ez nem keleti vallás, te tetteid követnek téged. De bármelyik, hát népi bölcsességből is lehet idézni. És van még egy apróság, megint Jézus fogalmaz így. Ez pedig mit jelent? Hát a magvetőnek a példázata. Más a magvető és más az arató. Közben eltelik ám idő. Vagy ótestamentumi példa. Az öregek eszik az egres, és a fiak foga ásik bele. Tehát jelen pillanatban megörökölt az emberiség egy olyan világot, ami sajnos részben gonosz módon tudatosan tönkre lett téve, és legalább 8 milliárd ember most úgy él a világban, hogy nem tudja, hogy miért történik. Hát ez nem mentség. Tisztázni kell dolgokat. Meddig, ameddig nem késő. De tisztázásra, tiszta víz a pohárba, ez valahogy nem hajlandó megjelenni. Csak hogy apokalipszésből idézve kicsit áttételesen, betelt a pohár. Na most, ha betelt a pohár, akkor mi történik? Isten haragjának poharát, 7 angyal 7 poharat kap, és úgy szépen elkezdik öntögetni. És elindul egy csapás sorozat. Először úgy tűnik, hogy a természet működése változott meg. A nyár nem olyan, mint régen volt, az ősz nem olyan, mint régen volt, a tél nem olyan, mint tél régen volt, a tavasz nem olyan, mint régen volt, valami megváltozott. Mozog a föld, kitörnek a vulkánok, egyre több az érthetetlen természeti csapás és katasztrófa, és nagyon érdekes, mert a Jelenések könyve a végjáték nyitányát nem azzal kezdi, hogy jön a hétfejű sárkány, a fenevadat maga előtt tolja, a babiloni szajhát a vörös fenevadra ráülteti, és azt mondja, gyerekek, itt vagyunk. Ja, és még a hamis proféta a zsebből induljon el, hanem megremeg a világ, az emberiség környezetében. Tehát ez mit jelent? Olyan nagyságú jegek potyognak az égből, hát amit újabban lehet tapasztalni. Újabban egyébként már az én gyerekkoromban elkezdődött, de emlékszem, az öregek már akkor mondták. Hát ilyen nem volt az ő felnőtt korukban, vagy az ő gyerekkorukban. Tehát elindul tulajdonképpen egy megrázkodtatási folyamat. Népszerű kifejezéssel élve elkezd recsegni, rakodni körülöttünk a világ. Miért?
mert minél jobban elszakadunk a természettől, annál inkább képtelenek vagyunk a bajok orvoslására. És mivel el is szakadunk és szakítanak is folyamatosan tőle el, lassan nem érezzük, hogy a Földnek, mint égitestnek, mint élőlénynek, mint anyának, földanyának, mi az, ami fáj? Hát lehet, hogyha egy pillanatra valaki megérezné, hogy a Föld, mint égitest, milyen borzalmas fájdalmakat él át, ő azt abban a pillanatban már nem tudná megélni, mert szörnyet halna a fájdalomtól. Hát ahol én elmegyek, még a fák is sírnak, magyar néptal. Szenved körülöttünk a világ, világos? Ha nem jó szándékból pusztulnak ki állatfajták, növényfajták, nem jó szándékából fogy el egyre inkább a levegő és a tiszta víz, hát valakik ezt előidézik. Na de fogyasztói társadalomban már csak a fogyasztásig jutunk el. Ott nincs probléma. Napi fogyasztási adag. Aztán egy utopisztikus regényekben, filmekben nem egyszer megfogalmazzák, egyre csökkenni fog. Egyre csökkenni fog. Tehát én emlékszem, egy politikus, most a nevét nem mondom, már elhunyt egyébként, többet nem mondok erről, mert ismert. 8 évvel azt találta mondani, és majd olyan rendeletek lesznek, hogy nem lehet utazni. Utazási korlátozás. Még tavaly is mosolyogtam rajta, hogy érthető legyen. Világos? Hát érezni, hogy arányokkal van probléma. Nem azzal, hogy valami van vagy nincs, hanem az, hogy milyen arányok alakítják a jelenlegi helyzetet, akár a jelenlegi helyzetet. És nem érezni őszintességet. És ha eljut egy társadalom odáig, hogy azt mondják, hogy vírus tagadó, elnézés, mi köze ennek a valóságos helyzethez? Összeesküvés elmélet hívők. Miről van szó? Hát vegyük elő a Jelenések könyvét. Hát kinek a szövege ez? Hamis proféta, miért? Mert csak így tud szövegelni. Tagadás a nagy tagadó. Vádló a nagy vádló. Hát érezni, hogy fortélyos félelem igazgat, nem csalok a rendben. Hogy József Attila mondta. Tehát végeredményben úgy benne vagyunk az eseményeknek a sodrásában, de térjünk vissza a négy evangélistához. Tehát János már kozmikus tulajdonságokat is megidéz, mint az evangélium, egyik evangélium szerzője. Tehát emlékezzünk vissza, Márk oroszlán, Lukács Vika, utána jön Máté, tehát most leérkeztünk a körnek a legmélyebb pontjára, ez a vízöntő tulajdonságok megszemélyesítője lesz, de mivel vízöntő az levegős elem és hullám természetű, tehát nem könnyű megidézni. Tehát érdekes módon itt angyallal fogják megidézni. Holott, hát ez inkább a szűz tulajdonságoknak a jellemzéke, de itt a testetlenség a egy áttetszőség. Tehát Máté angyal, és ez az egyik, egyetlen a négy evangélista közül, amelyik úgymond angyal szabásunkként, ember szabásunknak tűnik. Miért? Mert megyünk Jánoshoz, és őt, hát velemélre gondoljunk. Sasmadár és ticsvény van a fejekről. Skorpió tulajdonságoknak a felfelé emelő ágazat. Na most miért érdekes a skorpió, mint állatövi jegy és mint állatövi csillagkép? Most mint állatövi csillagkép lesz nagyon fontos. A mindenségnek, az egész ismert világ mindenségnek mai tudományos csillagászat által is feltételezett központja, az nem a nyilas csillagkép irányába van, a tejút központot találnánk meg, hogyha abba az irányba tovább tudnánk menni tájékozódásunk útján, hanem hát gyakorlatilag a mindenség központot sejti. És mivel a skorpiónak a keleti váltópárja a kígyó, na most gyors kérdés, van-e olyan műveltség a világon? Ilyen mondjuk az aszték vagy az egyiptomi, két ismert példa. Van egy egyiptomi fára, mi van a fején?
milyen két állatot látok. Az egyik az én ragadozó határ, egyébként ott van némi módosulás, mert itt általában a Tutankhamon fáraónak a halotti maszkját is érdemes felidézni, tehát ott egy keselyű jelenik meg. Tehát tulajdonképpen ez a sasnak lesz egy sajátos alakváltozata. Másik pedig a kígyó. Tehát ugyanannak a tulajdonságkörnek az egyik lefelé húz engem, hát kígyózik a természet, ágaskodik, férfiúi természet, nem részletezem tovább. A másik viszont szárnyalna fölfelé, a nap felé, a fény felé. És ez hatalmas belső feszültséget eredményez, ami jó esetben hatalmas szellemi eredményeknek lesz a motorja vagy a forrása. Miért? Mert elképesztő energiát tudnak felszabadulni. Na most Jánosnak a kígyója viszont Patikák címerében is megjelenik, hogy érthető legyen. Most kicsit messziről indulunk, de hogy érzékeljük, hogy miért János apokalipszise vált ennyire jellegadóvá, meghatározóvá. Apokrif irodalom tele van apokalipszisekkel. Majdnem minden második apostolnak van apokalipszise, tehát tulajdonképpen bárki bekerülhetne a képbe. De egy biztos, ilyen veretes, ilyen magvas, ilyen könnyen fejthető, ugyanakkor nehezen a fátylat fellebbenthető mű, ez tényleg maga a misztérium, hát alig van az egész vallási világirodalomban. Tehát ezt meg kell becsülni. Ez egy vitathatatlan tétel. Tehát János az az apostol, pontosabban evangélista, aki hát sas. Tehát mi a jellemző tulajdonság? Úgy repül a nap felé, úgy néz bele a fénybe, hogy még csak nem is pislog. Tehát ezért a négy evangélium közül az övé, az úgynevezett fényevangélium. A tudás evangélium, a titokzatos evangélium. Mert a három szinoptikustól, a minkább történelmi szinten ragadja meg a tanítói megváltói szerepkör. Jánosnál nem. Eleve úgy indít, kezdetben vala az ige, és ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. És az ige öl teste. Nincs három királyjárás. Gyakorlatilag a 30 éves Jézus fogja elindulni. És megy keresztelő szentelőséggel, és megtörténik maga a keresztelés is. Tehát nincs gyerekkor, miért? Mert nagyon magasról jöttünk. És a gyerek hát hozzátartozik ahhoz a szinthez, de nem kronológikusan fejti ki, hanem a legmagasabb szintről indítja. Na hát ez lesz az apokalipszissel is. A legmagasabb szintről fog indulni. És miért hoztam én ezt a négyességet így elő? Hát azért, mert az esztendő körén belül van az úgynevezett szilárd kereszt. Mitől szilárd ez a kereszt? A 12 hónap, 12 állatövi jegy, 12 állatövi csillagkép. Mert egy-egy hónapnyi tulajdonság az esztendő körén belül ott lesz a legszilárdabb. Tehát ez mit jelent? A nyár mikor lesz leginkább nyár? A fény maximum egy hónapnyi hátrálással korábban van, az a rákkal indul, nyári napforduló. A nap elér saját tetsző pályájának legmagasabb pontjára. Na de a hő mire ideér abból a fényből? Eltelik egy hónap, oroszlán, kánikula. És az oroszlán azért mégiscsak nem páros nyugpatás állat, hanem ragadozó. Tehát azért érzékelni kell azt, hogy melyik állat őrjegy, miért éppen abban az alakban fogalmazódik meg, milyen állapotot fog megidézni. És a precessziós nagy világévnek a tetőpontja, ami 26 ezer éves nagy kört jelent a nagy nap, évet foglalja magában, az meglepő módon nem a rákban van. Az a kis évnek lesz a tetőpontja. A 26 ezer éves nagy körön belül az oroszlán van a legmagasabb. És 2160 évet kap egy világhóna. Na most utána jön, most a kis éven belül, hogy még nagyobb legyen a zavar, jön a bika, hát a tavasz mikor a legtavaszabb?
Tehát amikor nem azt tapasztalom, hogy most jön a tavasz, elindult a virágzás, vagy már vége felé vagyunk és jön a nyár, hanem a legstabilabb a tavasz. Soha előtte való hónapban, utána való hónapban annyi virág egyszerre mezőn nem fog nyílni. Hát ez gyakorlatilag az április végétől május végéig terjedő időszak bika, tehát szilárd, stabil, rendíthetetlen. Mikor tél leginkább a tél? Hát ne várjuk a telet, ahogy öregszik az ember, hogy a téllel annyira még bajik, kicsit átalakult időjárási helyzetben is nehéz barátkozni, de azért meg lehet szokni. Még? Mert az a jó férfias tél azért hiányzik az embernek. De ez a nyálkás, szürke, hűvös, gomolygó, tényleg, mintha maga az időjárás lenne náthás és influenzás, és nem én, hanem tőle az időjárástól kapjuk el, tehát mostanában ilyen a tél. De a tél dereka tulajdonképpen mi? Mert a tél a téli napfordulóban indul. Tehát figyelem, ez a vízöntő hava. Tehát szilárd. És akkor kérdés, hogy ha idáig eljutottunk, bár nagyot ugrottunk, akkor az ősszel mi lesz a helyzet? Skorpió. Hát az ősz mikor inkább leginkább? Nem akkor, amikor az indián nyár van, vénasszonyok nyarának is nevezik, mi meg kiülünk padra is, és elmélkedünk, hogy milyen szép volt a tavasz, milyen szép volt a nyár, hát megjelentünk. De még a lemenő napnak is megyük a nagy talentumos kivel, még azért lehet ünyöködni. De bármennyire hihetetlen, ősz az az őszi napi egyenlőséggel kezdődik, szeptember 20-21, hogy igazából. Na most, mikor a legszebb az erdő, mondjuk, ha ősszel nézünk szét? Hát annyiféle színpompás levél. Hát mérlegben Vénusz van akkor. Tehát az egyébként egy szépség is megjelent. Na de jön a skorpió, ahol az ősz bemutatkozik. Lehullanak a levelek, tarul a halál, már alig van világos, nagyobb sötétség, nyírkos, hideg, homályos idők. Tehát megszilárdul az ősznek az őszi világa, ködök. Tehát ez a skorpió. Na ez a szilárd kereszt. A precessziós nagyvilág éven belül is létezik úgymond ez a szilárd kereszt, és ez miért lényeges dolog? Mert a földi életnek a keretét egy állatövi keretrendszer fogja keretezni. Akár elfogadom, akár nem, a nap és a bolygók a maga tetsző útjukat ebben az őrben, sárban járják végig. Tehát ez mit jelent? Teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, ez így van. És ilyenkor legyen a keresztény ember nagyon ótestamentumi alapozottságú. Miért? Mert nincs az a proféta, aki nem mondaná el, amikor oda jut a trón közelébe, hogy láték négy lelkes állatot. Hogy néznek ki? Az egyik olyan, mint egy oroszlán, a másik olyan, mint egy bika, a harmadik olyan, mint egy angyal, a negyedik pedig olyan, mint egy sas. Véletlenül nem jelenik meg a profétáknál is. Véletlenül akkor ez egészen véletlenül nem a világ működésének négy sarkalatos szilárd, a sarkalatos most ne keverjünk össze, szilárd támasztékát fogja egy rendszeren belül jelenteni. Mert teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy én ótestamentumból nézek ki a világba, egyébként nyilván nem mindegy, vagy új testamentumból miért. A szilárd kereszt végeim akkor is ezek a tulajdonságok fognak jelentkezni. És amikor János felragadtatik az égbe a jelenések könyvébe, egyszer csak van egy ajtó. Na most ez az ajtó, ez azért nagyon lényeges, mert nincs olyan látomásos szent a világtörténelemben, ez attól függ, hogy milyen kultúra alakult ki, hogy ismerje a ajtó tokkal vonóval, vagy nem ismeri, egy biztos, a saját fogalmi tárgyi kultúrát létrehozó világán belül, akár Amazonas őserdőjében élő sámán,
akár látomáshoz szent a kereszténység világába, hogy megyünk az égbe. Egyszer csak megnyílik egy ajtó. És egyébként itt válik izgalmassá a dolog, mert az evangéliumokban, és a János evangéliumban kimondja saját magáról azt, hogy én vagyok az ajtó. Jézus Krisztus. Na milyen ajtóról lehet szó? Mert az, hogy történetesen valamilyen alakzathoz hasonlítjuk, mondjuk bárányhoz, jó, hát áldozati bárány, meg lehet érteni. Ajtó, világos. Hát végül is mégiscsak egyik világból átmegyek a másik világba. Tehát én vagyok az ajtó. És ő mit mond? Pont a jók pásztora példázatnál, hogy aki járja ezt az ajtót, mert csak ezen lehet bejönni, és csak ezen lehet kimenni. Tehát kicsit átvitt értelembe, életnek, halálnak ugyanott van a kapuja. És ha valaki felismeri, hogy ez nem valami, hanem valaki, az ember fia, Isten fia, akkor innentől kezdve az ilyen drámai átlépések, mert nem könnyű leszületni, és nagyon ritka utóbbi időben a könnyű, jó, szép halál. Nem, ez egy megrázkodtatás. Akár bevallja magának valaki, akár nem, azért mégiscsak arról van szó, hogy megszoktuk az életünket, saját magunkat, és egyszer csak így vége. Tehát nem vihetem a rossz fogsoromat magammal. Hát erre mit mond az ember? Hát legalább ennyire elmenni, ha legyen már ennek az átlépésnek. Na de sok minden nem viszünk magunk. Tehát nem tudjuk, hogy énünkből mi az. Hát szövegeket én is tudok mondani. Aki az igazi önismeret, aki megismerte önmagát, aki önmaga isteni lényével tud azonosulni, aki felismeri, hát ezek szép szövegek. Na de ott mi fog történni? És minden jel szerint, ez keleti vallások hangsúlyozzák, ami nagyon lényeges és meggondolkodható, hogy most mi történik jelen pillanatban is a világban. Például Jézus születése előtt, úgy 5-600 évvel, egy Buddha úgy prédikált, hogy nagyon nehéz embernek születni. Tehát a sokféle létezési forma, amit testet öltésként adódhat, az egyik legnehezebb testet öltés az, hogy embernek születni. Ezt egyszer s mindenkorra érdemes megjegyezni. És aki megszületik gyerekként, hát aki már látott ilyet, aki azon a szűk ajtón kívül, annak nem baba arca van, hanem a baba arca majd lesz, eltelik néhány nap, eltelik néhány hét. Ki az, aki közénk született? Hát öregebb, mint a nagyapja arca. Öregebb, mint a nagyanyja arca. Ezért mondják a régi nagy bölcselők, a legmagasabb bölcsesség forrását úgy nevezik meg öreg gyerek. Tehát aki egyszerre, tehát aki öreg korában megőrzi gyermekségét, na de nem infantilis, és eleve egy gyerek milyen bölcsességgel születik. Minden szülő tudja. Ha van valami jó érzése, megállapítja, hogy többet tanultam a gyerektől, mint amit mondjuk egy felnőtt tanítani tud szülőként, időnként a gyerek. És Jézus nem véletlenül mondja még azt is, ha olyannál nem lesztek, mint egy kisgyermek, és felnőtteknek mondja. Tehát ez tényleg egy nagyon nagy misztériumnak számít egy ilyen megközelítésre. Tehát nem nagyon tudjuk, hogy ez hogy kik voltunk annak előtte, mielőtt lettünk, már pedig van előélet. Végig Jézussal példálozott miért, hogy érzékenyként most nem össze-vissza beszélt, bár sokaknak úgy fog tűnni, hanem hát mit mond az elhívott apostolokról? Mit mond nekik? Ismertelek titeket, mielőtt lettetek volna. Na most elnézést, akkor van születés előtti élet? Azért hívja el őket. Miért? Hát ő nem a genezáreti halászt, aki még káromkodik és esetleg hívja el, hanem azt a fénylény minőséget, ami benne van. Ebbe a húsvér testbe be van zárva, amit jelen pillanatban még egy András apostol sem ismer talán, vagy egy Péter apostol, vagy egy János apostol sem ismer, még fel magában. Ezt a minőséget hívja.
És hát végeredményben ez az, ami, hát aztán, hogy mi lesz velünk majd utána. Szöveg van éjjel-nappal, reményeink. De két dolgot garantáltam első felvonásban, értelmi szinten nem tudunk megközelíteni. Honnan jöttünk, aztán majd, ha itt vagyunk, onnan hova fogunk elmenni. Kik voltunk előtte, és kik leszünk majd utána. És elhangzott az, hogy alfa és omega. Én vagyok az első és a utolsó. A kezdet és a vég. És egyszer csak ő az ajtó. Na most egy ajtón felmegy János az égbe. Elérkezik, nem akárkihez érkezik el, ha lehet így fogalmazni, úgy tűnik, hogy a világ teremtőjéhez. Ül a trónon, a világ teremtője. És mi veszi körbe a trónt? Négy lelkes állat. Az egyiknek az orcája olyan, mint az oroszlánja, a másiknak olyan, mint a bikáé, a harmadiknak olyan, mint egy angyali, a negyediknek olyan, mint egy sasé. Akkor megkaptunk egy keretet? Hát bizony megkaptunk. És aki majd bemutatja Jánosnak, hogy mi fog megtörténni, az végeredményben, hát őt a teológia is így nevezi meg, hogy Szent Justíci igazság napja. Téli napfordulónál született meg, tavaszi napi egyenlőséget követő telihold utáni vasárnap, húsvét vasárnapon a feltámadása. Tehát Jézus Krisztus pályája leginkább milyen úton? Világvilágossága, elvilágvilágossága. Tehát ki fogja leginkább megmutatni, hogy ki ő. Most megint őt idézem, én vagyok az út, az igazság és az élet. Igazság napja, napnak az útja. Hányszor mondja el, aki a nappal jár, nincs félreértés, ő maga mondja, üdvözlő. Aki éjszaka a sötétségben, a sötétséggel eltározik. Jön a kiigaz, ezt nem úgy kell gondolni. Elnézést, ő mondja. Magyar nyelven viszont tudni kell, hogy a nappal, azért nappal, mert a nap megvilágosítja. Tehát egy nappalnyi idő egy napon belül, napszáltától napnyugtáig az a nap fényéből származik. És aki a nappal jár, azt nem lehet máshogy mondani. Az üdvözlő, így fogalmaz. Tehát komolyan kell venni azt, hogy a világnak van egy működésrendje, van egy kozmikus szabályrendszere, van egy keretrendszere, és aki ezt szétveri, tudatosan veri szét, az minek az okozója? Apokalipszis. Miért? Mert semmi más nem történik, mint ennek az egyetemes törvénynek a szétverése. Földi keretek között, hogy érthető legyen. Az egyik az a kozmoszt képviseli, ez egy rendezett, kozmikus egészet jelent, a másik pedig a káoszt fogja képviselni. Ha tetszik anarchiát, felfordulást, vagy bármit. És azért mégiscsak érzékelni kell, valamihez igazodni kell, nem a napi hírekhez kellene igazodni. Pár héttel ezelőtt lehetett látni nagyon szépen, hogy valaki kitekintett lakótelepi otthonának ablakából, nagyon szépen lehetett most látni a bolygóvonulást. Tehát majdnem telihold idején, amikor a Jupiter együtt állt a teliholddal. Már még nem volt telihold, tehát már igencsak dagadt volt a holdnak a arcolata. Mellette volt a Jupiter. Tehát ez egy ilyen, akkor mindig érdemes odafigyelni, ez egy rendkívül fontos konstelláció. Utána jött a kicsit szigorú szemű fényű Szaturnusz, aztán pár óra elteltével jött a Mars, és hajnalba pedig a Vénusz. És gondoljuk végig, van ajándék is az életben. Elég egy lakótelepi lakás, ha mondjuk úgy van tájolva, egy estétől hajnalig végig lehetett, és azért számoljuk össze, Hold, Jupiter, Szaturnusz, Mars, Vénusz. Hát gyakorlatilag egy hétbolygó rendszernek öt tagját. A napot most nem számoltuk, de amikor felkelt, őt is lehetett látni, és hát hozzá meg legközelebb a Merkur kerül. Tehát van egy ilyen rendszer. Lehet érzékelni. És szó szerint ők
Mert amikor József Attila így fogalmaz, és minden gyerek tudta, akkor dolgozni pontosan szépen, ha elnézést, hogy? Hogy a csillag megy az égen. És ez nem költészet, világos. Vagy ha költészetnek gondolom, akkor Babocs Mihály megállapítását kell komolyan venni, hogy a költészet az vallás, és a költő az pap. A legtöbb pap régen egy személyben, akár Indiában, akár Babilóniában, Mezopotámiában, akár Egyiptomban, ők költők is voltak. Ezért a költő az váltesz. Magyar költészet válteszi költészet. Ezért érdemelt meg minden tiszteletet. Mi? Mert rendkívüli képességekkel, érzékenységgel rendelkeztek. Na de vissza! Kanyarodva János Jónás proféta jelére szeretnék még visszaugrani, mert ez is úgy elmaradt, és akkor a jelenlegi világ helyzetnek az indulásánál találjuk magunkat. Tehát jelet kérnek Jézustól. És érdekes módon itt egy kemény szöveg hangzódik el. Hát elnézést, hát ő többet tud, mint én, tehát ez mit jelent? Meg mester, mutass valami jelet. Igen, de ő jobban ismer engem, mint én őt, és mit fog mondani? Most én a kíváncsiság, és ez még a legjobb eset, hanem hitetlen parázna nemzedék jelet kér. Na de nem kap. Egyedül Jónás proféta jelét kapja. És mi volt ez a jel? Most tömörítve. Elnyelte a hal. A hal gyomrában eltölt 3 napot, 3 éjszakát. Majd, mintha csak egy wellness szállodába lett volna, ez nagyon durva és brutális kegyetlenségű megállapítás, de érezni, hogy fáradunk, tehát az ember megpróbál valamit tenni ennek érdekében, szépen kisétál. Kisétál a cethal gyomrára, a szárazföldre. Na most kezdjük a magyar nyelv segítségével. Magyarul mit jelent az, hogy hal? Hát legalább 2 dolgot jelent. De 3-at mindenféle. Ha ugyanolyan elhangsúlyozással népszói értelemben jelenti azt, hogy van egy halam. Például Makolyi Sándor festőművész egyszer megfestette Tündér Ilonát a népmeséből. Makolyi Sándor már sajnos elhúzott. És ott van, ha valaki visszatud emlék, virágláitória, tehát sok minden szerepel, Tündér Ilona című népmesében, és ott van 2 forrás. Az egyik az életvize, a másik a halálvize. Na most, festő, művész és magyarul gondolkodik. Hogyan ábrázolta a halálvizét? Egy palacba. Zárva. Egyik az életvize. Gyerekkoromban, amikor az ember nem figyelt oda, hogy az egyik az aranykorsó, ez az arany az a napnak a fém, ebbe az életvize. Ezüst korsó, ezüst az a holdnak a féme, hold, abban a halálvize lesz. De valamikor az ember tűnődik, hogy hogy különbözteti meg? Na most van 2 palackon. Idegességében nem keveri össze véletlenül, vagy zavarába, vagy bármi adódik. Na akkor is által vagyontottam, hogy adva van egy palack, benne van egy hal. Na most gyors kérdés. Állva van benne a hal, vagy fejjel lefele? Állva, miért a halál? Világos? Ennyi. De nem fogjuk elni, a legtöbb tibeti tanítás tibeti nyelven ilyen. Ezért nem tudják buddhisták se lefordítani, miért? Mert képi beszéd. Eleve a hal, hallgatás, halál, hallás, és egy ilyen hallgatói nagy halálos csöndben van az, most Tibetet visszaidézve, hogy mi a megszabadulás, tibeti halottas könyv neve. Ezt mi mondjuk így, hogy tibeti halottas könyv, hát mert így kiüti a szememet mondjuk a könyvesboltba. De úgy, hogy hallás útján való megszabadulás, 2 állapot közül. Egyrészt túl hosszú, el se tudom olvasni. Bardotosz gról, az nem azt jelenti, hogy tibeti halottas könyv, hanem 2 állapot között vagyok, már nem élek, még nem haltam meg teljesen. Átmeneti állapot.
de már elhagytam a... Tehát ide már nem lehet visszatérni. De még húzom az emlékeimet magammal. Hallás útján való megszabadulás. Én jóaim hallják az én szómat. Hát nem véletlenül süketek gyógyítása, vakok gyógyítása, sántár gyógyítása. Pedig van COVID-19 is, említhetem legyen. Hát de tudom, hogy mi a látás, mi a hallás. És hát ritmuszavar, láncszorog, nem találom az élet ritmusát. Akkor mit kell gyógyítani alapjáraton? Ez a három megvan, akkor minden megvan. És mivel úgy történik a szabadulás, hogy az illető, aki meghalt, mondjuk Tibetben, mind a mai napig egyébként kolostorokban gyakorolják, ha hinnek igazak. Mert nekik ez a vallásuk. Tehát ott nem utolsó kenet feladása, nem imádkozás, nyilván az is, hanem eljön a pap, már ott fekszik holtan, aki megholt, és odahajol a füléhez. És elkezdi neki mondani a szent szöveget. Ó, nemes családfia, meghaltál, meghaltál. Egyébként klinikai halálesetek leírásánál derült ki az a váratlan jelenség, amit lehetett érzékelni, de ezt a orvostudomány is megerősítette. Nem biztos, hogy a halott, aki akkor meghalt, tudja, hogy meghalt. Világos? Hát ezért vannak szertartások. Ezért olyan bonyolult a túlvilág, egyszerű, és azért mégsem olyan egyszerű. Arra készülni kell. Hát ez nem egy olyan, hú, meghaltam, na nézz oda, hanem állított leírások vannak, hogy szólongatja a családtagokat. És mikor jön az igazi nagy dráma számára? Akkor rádöbben, hogy meghalt. Na most nem azt mondom, hogy a Jelenések könyvében ez a második halál, aki győz, annak nem árt a második halál. De azért érezni lehet, hogy nem lehet elbagatellizálni, elkendőzni dolgokat. Őskor óta a legtöbb sír, lehet, mire figyelmeztet? Étel van ott és ital, miért? Szájba rágunk. Energiára, erőre lesz szükséged, világos? Valamilyen erőforrásra. Ezért mondja Jézus, az én testem bizony étel, az én vérem bizony ital. Tehát tetszik, nem tetszik. Olyan könnyen lenne az üdvözülés, mint ahogy én szeretném elképzelni, vagy az odajutás, akkor nem lennének vallások. És nem lennének ilyen utak, minden. De érezni, hogy van egy út. Tehát egy utat meg kell tenni. Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út, amelyen az én rózsám babám elindul. És hogy folytatja a magyar népdal? Térj meg, babám vagy rózsám, a te hosszú utadról, emlékezz a tegnap esti szabadról. Hogy folytatja? A hosszú útról visszatérni nem lehet. A szerelmet eltitkolni nem lehet. Na most mi az, ami átsegít? Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. Tehát mi a szerelemnek a lényeg? Nem távol, közel. Nem kint van, hanem bent él a szívembe. Tehát erről az erőforrásról van végeredményben szó. Tehát hallás útján való szabadulás, figyelmezzél a szavamra, hallgass ide, amit mondok. Na igen ám, de se szanszkrit nyelven, se latin nyelven nem tudom egy hangtani jelenségbe ezt elmondani. Miért? Mert a magyar nyelv egyszerre ki tudja fejezni azt, hogy hal, népszó értelemben, igei értelemben, hogy hal, és ebből elindul a hallás. Tehát úgy tűnik, hogy egy hanghatás a halál közegében az perdöntő, minden az hív, aki a hívásra tud menni. Mert fényjelenségek vannak. Csak kérdés, hogy én az a fényen milyen kapcsolatban vagyok, hogy a hívó szava az megszólít-e. És itt már megint nagyon messzire jutnám, de nem megyek tovább. Minden esetre Jézus születésével indul a halak világhonnan. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, most csak az evangéliumi környezet, tanítványai elsőjei, tehát a legjobbak. Azok kik? Egytől egyik halászok. Péter halász.
testvére András halász, János halász Zebedós testvérei mennydörgés fiai, Jakaba testvére halászok. Magyar Szentkorona felső emeletén szerepelnek is. Na most csak ilyen foglalkozáson a környék. Aztán majd jönnek a rámszedők, de érzékelni kell. Jézus vízen fog járni, hajón prédikál. Amikor feltámad, mi teszik? Annyi mindent lehet enni. Halat fog enni. Soroljam a példát. Hát ez mit jelent? Hát a hal a kereszténység jelképe, elnézést, jó, hogy jelképe, de 2160 évig Jézus születésétől kezdve halak világhónappal kell számolni. És jelet kérsz, mit kapsz? Jó, a proféta jelét. Ő az előjel. Elkezdődött a halak világhónap. Figyelj oda, miért? Benne van a nevében, a tulajdonságában. Te ember vagy. Magyarul vagy van bárkád, vagy van csónakod, vagy tudsz úszni, de tengeren, hosszú távon ez sem nagyon segít. Miért? Neki fogsz hullatni, fáradni. Tehát egy lehetőséged van, vizen sétálni. Miért? Mert a halak vizes ellenű közeget jelent. A vízről pedig azt kell tudni, hogy amit beledobunk, hát ilyen a gravitáció, de mégiscsak lehet érzékelni, hogy nem a felszínen fog megmaradni, előbb-utóbb süllyedni fog. És még valami, víz alatt vagyunk. Most képletes. Tehát nem olyan a kapcsolatunk a világgal, mint volt előtte. Megint magyar népdalt idézek. Nem az a nap, nem az a hold. Miért? Mert nem úgy van, mint volt régen. Nem az a nap van az égen. Nem az a nap, nem az a hold. Nem az a kedvesem, szeretőm, aki volt, és hogy lehet egyszerűbben megfogalmazni, hogy figyelj oda, miért? Mert megváltoznak a játékszabályok. Tehát ez nem feje tetejére áll a világ, hanem halálos veszélyek tudnak kialakulni. Halakkal szemben szűz, évkörön belül. Ránézzünk a csillagatlaszra, ott is mit fogunk látni, csillagképek állatói atlasza, szűz túloldalán halak, halakból nézem, túloldalán pedig ott van a szűz. Szűz halak tenger. Elnézést, lehet azt mondani, hogy nem így van, csak van egy probléma, így van. Kitől született? Szűztől született. A szűz vált anyává. Megint csak képi beszél. És miből kell váltani, megváltani? Nem az életből kellene megváltani, hanem halálból. Halálból, hogy ne halljak meg. Tehát kiéleződnek a gondok. És ilyenkor, hát sajnos úgy tűnik, hogy maga az élet is egy 2160 éves idősávot figyelembe véve milyen helyzetbe kerül? Halálos veszedelmek 2160 éves helyzete. Tehát ami nem halt meg annak előtte, most meghalhat. Ami nem pusztult el akkor, most elpusztulhat. És ez tényleg egy veszélyzóna. Ezért van az, hogy minden nép hagyománya tulajdonképpen erre a korra helyezi a világ végét. Miért? Mert nem tudja máshova tenni. Mi? Halak. Most én nagyon egyszerű szinten akarom megfogalmazni, minden bonyolultságot kerülve, hogy érezhető legyen. Halál, halak, halak, világ, hónap. Nincs más jel, csak Jónás proféta jele. És milyen leszel ebben a világ hónapban, vagy legalábbis a végén? Hitetlen és parázni. Kinek szól az üzenet? Vedd észre, nincs más jel. Mi a jel? Harmadnapra föltámadás. Na de ez irdatlanul nehéz. És mi lesz a világ sorsában? Hát ha a világra vonatkozik, lesz új ég és lesz új föld. De ami volt, az elpusztul. Ha nagyon rosszul jön ki a lépés. Na most gyors kérdés, tartsunk egy rövid szünetet. Ritka az ilyen, de tényleg tartunk is. Rövid szünetet és akkor jönnek voltak. Hogy miért rosszabb, szokatlanabb, hogy a világ vége eshetőség miért kiélezettebb most, mint mondjuk sok ezer évvel ezelőtt. Tehát két nagy
rendszer egybevetését kell elvégezni. Az egyik az a világkorszakokra vonatkozik, az egész világ. Amely szerint, és itt megint minden nép hagyománya főszerepet játszik, tehát itt nincs különbözőség. Jelen pillanatban nem az aranykorban élünk, most fémek nyelvén elbeszélve, nem az ezüstkorban, nem az érckorban, hanem a vaskorban. Ennek az analógiája pedig a sötétségnek a kora. Tehát a népszerű, közismert megnevezéssel mondjuk a keleti bölcseleti rendszerek, mondjuk a hinduizmuson belül ezt sötétség korszakának, Kali Yugának nevezik. Tehát ez elkezdődött valamikor, itt van egy érdekes egybeesés, a mai hivatalos történelem tudomány a mai történelem kezdetét azért nem a milyen kortól fogja számolni, nem a legrégebbi koroktól számolja, hanem meglehetősen rövid időt enged az emberiség történelmének. Ez a fogalmi írásnak a felfedezését jelenti, tehát Jézus születés előtt 3000 körültől indul a mai típusú történelem. Aztán messze nem az, ami akkor sem indul, de innentől viszonylag úgy egy 5000 évet itt ki tudunk tölteni, hézagosan. Előtte mi volt, erről inkább hallgatni szoktak. Na most a sötét kor úgymond pont ekkor indul a hindu hagyomány szerint, 3101. február 17-éről 18-ára virradó éjszaka, alászálló avatára Krisna felmegy a mennyekbe, és ezzel maga mögött mit hagy a nagy sötétséget. Most ezt képletesen fogalmazva, indul a sötét korszak. Most ezen belül, tehát ez nem azonosan egy precessziós világévvel, ez az egész világra valahogy úgy értendő, mint a világnak is van gyerekkora, felnőttkora, öregkora, akkora, tehát a négy évszak, négy életkor az egész kozmikus világunkra jellemző. Most azt nem kérdezze meg senki tőlem, hogy mi igaz ebből és mi nem. Dániel proféta könyvében is van egy ilyen látomás, amikor a babiloni uralkodó az álmát mit álmodik, ott is arannyal indul, és ahogy jövünk le, a lába már cserépbe végződik. Tehát valami jól indul, nagyon fényesen, és végül törékeny módon fejeződik be. És ott is el szokták mondani, hogy ez bizony a négy nagy világkorszakra vonatkozik, most ezt nem részletezem, de ez természetes, mert ebben a világban élünk. Az ember egy kis világ mindenség. Ha az embernek is van csecsemőkora, ifjúkora, felnőttkora, öregkora, és mikrokozmoszként tételeződik, akkor makrokozmosznak is van. Most mi a nagy rossz időzítésünk az életben és a sorsban és a történésekben? Ezt népszerű módon úgy szokták mondani, hogy rossz kor, rossz helyen. Tehát, hogy nyakig benne vagyunk ebben a világban, amelyben beleszülettünk, és nehogy azt higgyük, hogy minden is ilyen volt. Tehát ennyi ember egyszerre bizonyíthatóan évtizedes távolatban nem élt a Földön. Ennyi város, hogy az emberiség több mint a fele, tehát ez több mint 4 milliárd ember. Városokban él, hogy érthető legyen. Hát ez egy elképesztő nagy kiszolgáltatottsága önellátás és az élet szempontjából. Tehát nem egy olyan jelenség van, ami régen, mert ezt szokták mondani szkeptikus körökben, hogy mindig volt. Nem egyszerűen már nem volt. Világos. Ezért nehéz nekünk gyógyírt találni. Miért? Mert nem Hunyadi János tapasztalatvilágából tudunk most ilyen jelenségekre, pedig abból is tudnánk. Tehát ő ezt nem tapasztalta meg. Mi viszont megtapasztaljuk. Ő a saját korára mindig megfelelő válaszokat tudott adni, nekünk is tud példát mutatni, de nem egy olyan helyzet van, amikor ezelőtt az emberiség nem volt. A hétköznapi szinten és nyújtott időbeliséget figyelembe véve nem gyűlt még annyi tapasztalat össze nekünk ebből a világból, ebből a felállásból, ebből a technikai civilizációból, hogy pillanatok alatt jó irányba tudjunk változtatni.
rajta. Miért? Mert eleve rossz hiszeműség által vezérelve minden technikai felfedezésnek a legrosszabb változatát, legmérgezőbbet, legsebzőbbet, legkörnyezetszennyezőbbet, legpusztítóbbat, hogy úgy mondjam, ültették az emberiség nyakára. Tehát nem könnyű a helyzet. Ezért meg lehet kockáztatni a kegyelemnek az ereje is jóval nagyobb. Miért? Ez sokkal nagyobb a baj, mint bármikor volt. Tehát amennyire ennyire elhagyatottak, úgymond tájékozatlanok nem vagyunk, úgy tűnik, hogy most viszont, ha kinyitnánk a szemünket a nagy sötét éjszakába, ha valaki természet közelben nevelkedett, vagy hegyek között már járt éjszaka, az pontosan tudja, egy kis gyertyavilágnak a fénye. Hegyrendszerek távolatából fel tud már tűnni. Hát népmesében hányszor van olyan helyzet, hogy teljes sötétség van. De teljes sötétség. Se előre, se hátra, se jobbra, se balra. Mit csinál a meserős? Felmegy egy fa tetejére, hogy körülnézzen. Na, mi ezt felejtjük el, hogy megemelkedjünk. Hogy magasabb szempontok alapján próbáljuk tájékozódni. Ugyanúgy sötét lesz, mert éjszaka van, de valahol észreveszi a fényt. Messze a távolban észrevesz egy pislákoló fényt, és elindul, és megy, és megy, és megy, és általában hova érkezik? A pillanatnyi legjobb megoldás vár rá. Miért? Mert egy nagyon öreg asszony, vagy egy nagyon öreg férfi ember fogja őt aznap éjszakára befogadni. És ez mit jelent? Elképesztő van a tapasztalata, és eligazítja őt. Na de hogy találja meg őt? Úgy, hogy mégiscsak van egy pislákoló fény. Hát ez a pislákoló fény nyilván képletesen, nyilván valóságosan, az egy jelen van az életünkben. Tehát mindenki meg tudná találni. Viszont az egész világ helyzetre vonatkoztató jelenkori állapotok, de az jellemző, hogy mind a két időszámítási rendszer vonatkozásában éjszaka. Tehát ez mit jelent? A világkorszakok, tehát határozottan mondják, hogy most nem a fény világában élünk. Ez bárki láthatja. Ugyanakkor pedig ez a nagy precessziós nagy világ éven belül, ha mi most a halak vége felé járunk, miért? Mert 2020-at írunk. Tehát ez mit jelent? Jézus születésétől nyilván egy-két év, vagy akár 10 éves csúszás is elképzelhető, lényegében ez a tényen nem változtat. Egy világhónapnak a végén vagyunk. Na most, ez akár jobb körülmények közepette is mit jelentene? Egy korszaknak a végére érkeztünk. Tehát, hogy érzékelni-e valamit. Tehát, ha történetesen nem a halak világhónap végén lennünk, hanem egyel megelőző világhónap, vagy azt megelőző, a helyzet ugyanazt jelenteni egy nagy 2160 éves korszaknak, eljutottunk a végére. Miért? Mert mit jelent? Nem ez fog tovább menni. Korszakváltás. Tehát nyilván a világ megmarad, de tulajdonképpen van egy nagy váltás. De mert nemzedékek vannak, és ez nagy idő, az emberiség ezt nyilván nem így éli meg, de azért figyelmeztetnék, mindenféleképpen korszakváltásnak tartunk. Na de 2020, 2160 évig tart egy világhónap. Ha eljutnánk 2160 évig, akkor jutnánk el, hogy elvileg elindulna egy új világhónap. Elvileg. De most az egyszerű példát követem. Mikor élek a 2160 éves körnek a legmélyebb pontjára? Vagy a 26.000 éves nagy kör legmélyebb pontjára, elnézést? Hát ott vagyunk, nagyon közel vagyunk, 2160 év. Tehát gyakorlatilag, ahogy mondja a jelenések könyve, mikor? 2160 évvel majdnem ezelőtt, hogy vigyázzatok, az idő közel van. Nos, ezzel lehet visszaélni, miért? Hát annyiszor mondták, hogy az idő közel van.
meg már észre ők egy kicsit nagyobb idő mesdjében tájékozódnak. Tehát ütött az óra. Tehát jön az éjszakapont, jön az éjfélpont, jön a legsötétebb pillanat. És még a János Vitézben is lehet olvasni, hogy az éjfél, mint pont egy napon belül is. Mi jellemző rá? Kik kezdenek el úgy szépen úgy megjelenni? Voltak ilyen óriás plakátok, egy nagyon híres magyar filmben, hát ami végül is olyan, amilyen, emlékezzünk vissza, kísértet járja be Európát, hogy nem tudom, hogy erről van szó. Tehát végeredmény olyan hatások érvényesülnek még 24 órás körön belül is, még lakótelepi lakásban is ilyenkor máshogy kattan az ajtó, máshogy recsen a bútor, és még az öregek is egész éjszaka égetik a lámpát. Miért? Ennyire megijedünk saját árnyékunktól. Tehát valami van ebbe az éjfélpontban. Most képzeljük el, az emberiség egy 26 ezer éves nagyvilág élén belül. Ott vagyunk. A másik pedig, hogy a nagy világkorszakok vonatkozásában sötétkor. Most a kettő ez adódik össze. Ettől apokaliptikus. Tehát 26 ezer évvel korábban még nem volt sötét világkorszak. Hányszor megtettük ezt a kört nyilvánvaló módon? Hát ha számon tartjuk. És már pedig számon tartjuk. Megalitikus kőkori emlékek milyen korból származnak? Hát pár vértesszőnősi ősember lele. Hát vegyük végig, hogy a mai ember típusnak is minimum 100 000 évet vidámot adnak. Most őszintén ki az az őrül, de ilyenek mindig vannak, hogy 99 000 évig más sem csinál az emberiség, mint pattintgat. Aztán utána csiszol, és végül a Marsra száll. Mert ez így megy. Tehát nem tűnik fel, hogy itt hihetetlenül felgyorsult valami? A földi életet évszázezredes nagyságrendben valakik megőrizték. Most gyakorlatilag, ha csak az utóbbi 1000 évet vesszük figyelembe, abból is csak az utolsó 500-at, és abból is csak mondjuk a nagy francia forradalom által elkezdődő pár száz évet. Hogy jutottunk ide, hogy gyakorlatilag teljesen fölérte az emberi környezetet? Mi történt? És a Jelenések könyve sajnos vagy nem sajnos egy nagyon kínos problémát feszeget. Hogy valaki felülről érkezik, miért? Mert leesik. És nem egyedül jön. Miért? Mert vele jönnek az ő angyalai. Na most ők hogy hívják? Hát nem jó barátja egyiknek sem. És ellepik a földet. És siet, ördögnek hívják, és siet, tehát ez mit jelent? Gyors. Egyre gyorsabb, egyre gyorsabb, egyre gyorsabb. Már az 5G technológia még ki se dobták, de már 6G-ről, 7G-ről, 100G-ről beszélnek. És aztán az hogy hat mondjuk az idegrendszerre? Jaj, hát a tudomány ezt még nem igazolta, hogy hát elnézést, minden hat mindenre. És ha még azt is komolyan veszik, hogy magas feszültségű vezeték környezetében nem lehet lakást építeni, világos? Akkor mi az, hogy nem hat, mert nem kell ezt komolyan venni? Hát egyszerűen tényleg elszabadult egy nagyon sötétnek tételezhető erőhatás. És úgymond nincs gazdája. Tehát találmányok vannak, felfedezők vannak, és senki nem kérte, ki kérte ezt a találmányt. Mi az, hogy növényvilág genetika? Már nem az a paradicsom. Ki kérte meg, hogy nekem genetikai kikísérletezéssel olyan paradicsomot találtsanak ki, hogy 50 év múlva is ott van az asztalon, és még egy rohadás nyom nincsen rajta. Én paradicsomot akarok enni. Állatvilág. Elnézést. Nem génmanipulált állatvilágra van szükség. Mi ez a beavatkozás a természetrendjére? Ki kérte? Honnan jön az ötlet? Honnan van rá pénz, parika, fegyver? Hogy ez lesz a trendünk?
ez lesz a menő. Tehát valamit észre kell venni. A földi élet gyökeres átalakítása történik jelen pillanatban. Nem úgy van, mint volt régen. És ma politikusok mit mondanak éjjel-nappal? Én eddig úgy tudtam, hogy ha van egy járvány, akkor ha vége van, szükségesek leszünk. Reményeink szerint. Ma mi a helyzet? Nem olyan lesz a világ, mint volt. Miért? Hát álljon meg már a menet. Hát járványról van szó, mint egy influenza járvány. Mi az, hogy nem lesz olyan a világ, mint volt? Kik döntik el, hogy milyen legyen a világ? És akkor nanotechnológia, mesterséges intelligencia, és mit mondanak? Digitális diktatúra. Tehát ez mit jelent? Ellenőrizhetőség, még jobban ellenőrizni, még jobban adatolni, még jobban korlátozni. És hát az új világrend következő forgatókönyvéről nyilván itt nem fogunk beszélni. De egy biztos, most mi a drámai helyzet jelenkorunkban? Nem a világ vége, vagy nem vége, hanem egy világhónap végén vagyunk, egy korszaknak, egy 2160 éves korszaknak a végét megközelítettük. Tehát akárhogy, akár nem korszakváltásnak hívják. Ráadásul fel se fogjuk, hogy mindenféleképpen korszakváltás, tehát ki fogja meglovagolni? Az, aki nem engedi az emberiségnek, hogy felkészüljön, hogy fölnőjön mondjuk a feladathoz. De hát itt megint egy nyitott lapot lehetne majd kitölteni nem létező mondatokkal. Tehát János apostol mennyei jelenésekről való könyve mit tud erről mondani? Mert hát nyilván érezni, hogy mégiscsak a főszereplőről van szó. Na most én egyszer összeírtam egyébként, még nagyon régen, és csak azért, hogy érzékeljük, hogy előtte nem volt ilyen világvége előadás. Miért? Mert nem abban a világ hónapban, korszakban éltünk. Nem is számítottak rá. Jön majd a következő időszak. Jön majd a következő. Na most döccenés van. Lehet, hogy nem jön következő. Miért? Mert hogy ne jöjjön a következő, ahol sajnos a felszínen minden feltétel együtt van jelen. Tehát nem népek és nemzetek, hanem lakosok, tömegek. Jelenések könyvében már ott figyelni kellett volna nekünk nagyon régen, és ahhoz, hogy Mátyás király korában figyeltek is jöttek. De ez megint egy zárójeles mondat volt. Egy olyan korról kezd el beszélni János a látomásokban, állandóan erről beszél a Föld egész. A Föld egész lakossága. Na most, 2000 évvel ezelőtt volt-e olyan világkép, vagy világlátás, vagy országok egymás közötti kapcsolatában, hogy én állandóan arról prédikáljak, hogy az egész Föld lakossága. Tehát majd, amikor a földi népek eljutnak oda, hogy mindenki egy időben tud mindenkiről, látszólag, amikor már Föld lakosságáról beszélünk, és a Föld egész lakosságát elhitette. Kicsoda, hát ez a bizonyos Demiurgosz-féle sötét alakzat. Tehát lehet érzni, hogy stop, most vagyunk ott. Hát úgynevezett világkormányról beszélnek. Világos. Most a járvány okán is felmerült az, hogy ez is egy jó példa arra, hogy szükség van, hogy az országok egy világkormányt kiállítsanak. Na igen ám, de ha van világkormány, kire nincs szükség? Népekre és nemzetekre már nincs. Mi? Lehetne és az lenne a jó. Tehát megint nem arról van szó, hogy régen minden uralkodó magát úgymond világkirálynak tartotta. Mi? Akár mekkora volt a birodalma országa, végeredményben hogy kellett gondolkoznia. Úgy, hogy negyedik Béla fogalmazza meg Ince pápának itt levélben, egész kereszténység, egész emberiség, egész Európa. Tehát magyar királyként ő fogalmazza meg, írásban bizonyíthatóan először ezeket a
nagy tételeket. Tehát egészségben kell gondolkodnunk. Tehát nem csak mi élünk a Földön. De ha nincsenek népek, nincsenek nemzetek, csak lakosság van. Tömegek vannak. Akkor lehet érzékelni a mai Európai Uniónak is ez a kérdése. Nem az a baj, hogy van vagy nincs. Ez most nemzetek szabad önrendelkezési jogkörrel rendelkező Európája lesz, vagy egy ilyen gigantikus massza. Tehát mindig ez a kérdés. Tehát mindent meg lehet jól és rosszul csinálni. De mit ad a földi élet? Pár száz éve minden csak a rossz irányában hajtanak végre. Ezzel akár technikai felfedezés is lehetne. És nagyon sokan elmondták, nem a repülőgépekkel van a baj, nem a motorra vagy bármivel, hanem az emberiség túl korán jut bizonyos technikai eszközök birtokába, és nem tudja, hogy mire való. Miért? Mert közben az ördög tudja, hogy kevés az ideje és sírt. Tehát ezeket ugyanúgy megéltük volna, csak valószínűleg nem szennyezni a levegőt, nem lenne ilyen hangos, tehát mindent a legjobban lehetett volna kihozni, mert értem, hogy működik, miért, mert tényleg értem, fog működni. És nem a földi élet ellenében. De korán, ideje korán rázódítani mindent. Mint egy ilyen bűvös kalapból a bűvész is szépen dobálja ki a hipnotikus találmányait, amikről elhisszük, hogy létezik, valójában nem. Hát amikor a fenevadról, az ördögről, a sátánról, a hamis profétáról összegyűjtve szó van, mindig egy meghökkentő leírásban majd fel fogom olvasni. Tehát miről van szó? Van is, meg nincs is. De különben meg van. Na most elnézést, ha valami van, akkor van. Mi az, hogy olyan létezési formáról van szó, hogy van is, meg nincs is. De különben meg van. Például mesterséges intelligencia. Hogy ezer dolgot lehetne beintézni. Nem lehet tettenélni. Nincs személyes arculata. Sőt, irtózik az emberi arctól, gyűlöli az emberi arcot. Miért? Mert a teremtő saját képére teremtette és formálta az embert. Arca van. Arc nélküli alatt való világában. Nincs szükség. Rituális játékok van. A legtöbb új keletű film, ha valaki nyomon tudja követni, tényleg a gyerekek nézik, csüngenek rá. Van három szereplő, mondjuk az új hajó. Melyiknek van emberi arca? Már szinte egyiknek sem. Mindegyik egy bukósisakban, vagy valami sisakban van, vagy nem is emberi arc, nem tűnik fel. Mintha viszonyogna az embertől. De hatalmat kapott ezen a helyen. Tehát ki lesz a legnagyobb ellensége? Maga az ember. Ezért van az, hogy a férfi ne férfi legyen, a nő ne nő legyen. Hát elnézést, a nappal nappal, az éjszaka éjszaka, a nap nap, a hold hold. Az, hogy nemi deviancia, kihágás, rendellenesség vagy bármi, az volt. Na de itt nem erről van szó. Miről van szó? Ne legyen. Tehát ne legyen nemisége. Majd eldönti, hogy mit akar. Na de ez mit jelent? Mint nő, teljes értékű embernek, csak azon a vonalon, ez nem azt jelenti, hogy ne lennének más hajlamai, hogy félreértés ne essék. Hanem miről van szó? Gyakorlatilag a magjában támadják meg az embert. A világ teremtésének közelségében próbálják felbújasztani. És ezen belül átalakítani. Miért? Mert ő, hát ő nem ő, de teremteni nem tud, hanem utánozni és másolni. Tehát ez nem a semmiből való teremtés, hanem mindig valamiből valamit emberiség ellen létrehozó folyamatok. És előbb-utóbb hát lehet érzékelni, minden folyó egyszer csak az úti célja vége, mihez ér,
Tehát valamilyen szempontból úgy lehet érzékelni, hogy már tűnnek el a partok. Már egyre szélesebb ez az iszonyú sodrás. Már nem látunk kapaszkodót. Nincs jövőkép. Miért? Az angyal egyik lábával áll a vizen, másik lábával áll a földön, jelenések könyve, és megesküszik arra, aki teremtette az eget és a bennevalókat, teremtette a földet és a bennevalókat, a tengereket és a bennevalókat, hogy idő többé nem része. Na most milyen problémánk van leginkább a mai világban? Hát mire van idő? És már ez nem hazabeszélés, meg nem túlzás, gyerekek érzik. Hát mi gyerekkorunkban mi? Emlékezzünk vissza. Kicsit idétlen a példa, de mégis csak példa. Nyári szünet, az hogy telt el? Az a végtelenség volt. Jó, amikor vége volt, mit mondott az ember, már én kezdődik az iskola. De egy biztos a határtalan. Ma ezt már így egy nagy gyerekünk éri át. Hát elmondják azt, hogy milyen gyorsan. És lehet, hogy nem ideillik a példa, de bizony ideillik. Már az ókori Egyiptomban megfigyeltek valamit, a templomi mécsesek fogyása, hogy az olaj milyen módon fogy. És ezt a Ptolemaiosz korban rögzítették is, tehát Jézus születés előtt pár száz évben feljegyzéseink vannak. Egyiptomi papok figyelmeztetik a környezetüket, ilyen beszélgetés keretében, talán éppen szólónal, vagy nem tudom, hogy kivel tárgyalják meg, a dolgokat felgyorsult az idő. Tehát minthogyha a Föld gyorsabban forogna a saját tengelye körül. Nos, ezek nem látványos dolgok, de ha van írásbeli bizonyíték adat, hogy több mint 2160 évvel ezelőtt egy felgyorsulási folyamatra fölfigyelt az emberiség, hogy így fogalmazzak, akkor erre oda kell figyelni. Tehát valami elindul maga útja. És akkor nézzük, hogy hova jutunk. Tehát János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve. Az első kis részt felolvasom rögtön a bevezetőt, mert számunkra, amilyen úton tovább megyünk, nagyon tanulságos lesz. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, miknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak. Miért olvastam fel? Azért, mert a népek általában saját népi történelmüket keresik a jelenések könyvében. Legújabb feldolgozásokban gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy hajmeresztő, de mondok egy példát, tehát mondjuk Marilyn Monroe-tól kezdve mindenki szerepel a jelenések könyvébe, tehát mindenkinek van helye, attól függ kifejtegeti, egy népnek nincsen helye benne. De ha mondjuk magyar vonalról indul a megfejtés, nem mer rátalálni dolgokra. Tehát úgymond ez a népek története a világ végén. Népek. Minden népre vonatkozhat minden, kivéve. Hát az az már nyilván túlzás, hogy csak nem gondolod. Csak te sem gondolod komolyan. Na most érdemes figyelni. Adva van Isten, adva van János, adva van Jézus Krisztus, és angyalról beszél. Milyen útvonalat jártam be és hol? Magyar Szent Korona felépítése szembenézett. Tehát szembeállunk a Magyar Szent Koronával, keresztpántok találkozásánál itt benne, teremtő fiú képében ábrázoló zománc kép van. Na most a felső hierarchiából, a keresztpántok 8 apostol képéből szembenézetben egyetlen egy zománc képet lehet látni. Miért? Hát egyrészt a párta, az alatta lévő, tehát János ábrázoló zománc képet lehet egyedül látni. Miért? Mert hogy így ívelődik a keresztpántnak az előső része, így emelkedik az abroncsból ki a párta. Tehát ez mit jelent? Eltakarja, ami mögötte van. De János nem takarja el.
Az más kérdés, hogy itt már sajnos nincs is apostol képben, talán képben helyén, vagy mondani szokta Pap Gábor, egy maketszerű felirat van ártól felirat. Tehát onnan is eltávolítottak valamikor egy zománc képet. Csak mivel ezt amúgy se látnák, érdekes módon erről általában nem szoktak beszélni. Utána jön Jézus Krisztus, és itt viszont az Agrokozson kép angyalban. Tehát rövid összegzés és summázat. Ha elindulunk a saját útvonalunkon, akkor nekünk valami már rögtön az elején úgy szól, ez nem azt jelenti, hogy egyik utánozza a másikat, hanem mert egyetemes programról van szó. Itt eszkatológiai szinten és a Szent Korona. Elnézést, teremtő van itt. Fiú van itt, mint megváltó. Itt hátul eredetileg Szüzanyát ábrázoló zománc kép van. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a teremtésből indít és a megváltó fog velünk szembenézni. Na de van egy világ vége is. Mert egy korona és egy keresztpántos korona és az egész világ mindenség teremtett világ rendjét fogja megidézni. És innentől kezdve keressük azokat a fogóckodó pontokat, amelyek erőltetés nélkül, túlzás nélkül, ha máshol nem, de mondjuk egy korona nyomvonalát követve, és akkor tűnődjünk azon, hogy milyen járványról beszélünk. És akkor kiderül elnézést. Itt azért nem csak a legmagasabb szinten viselnek koronát, hanem a hétfejű sárkány, a hétfejű fenevad, korona, korona, korona. Jönnek a sáskák, sáska. Semmit nem tudok semmiről. Sáska járás, mit csinál? Letarol mindent. Lepusztít mindent. Tehát ez nem azt fogja jelenteni a jelenések könyvében, hogy hú, annyi sáskát látunk, hogy most már tényleg, hanem van egy probléma a rovar szintjén. Rovarosodott tömegek és mindent felélnek, letarol mindent a környezetéből. És kis korona van a fekvár. Na most, ha én egy vírus mondjuk akarok így, hogy egy érthető legyen. Mert én azért a koronát nem erre a létezési formára magasztosítanám fel, és ebből is lehet azt látni a szóhasználat, a nyelvezet. Valahogy, mintha mégis az egészséget szolgálná, miért? Hát valaki meghallgat egy déli krónikát, gondoltok el, én nézem magam, hogy már ide ért a járvány. És az a lelkendezés, mindig van egy híresség. Már ő is el. Nem ember így tűnődik, hogy hát milyen szóhasz, milyen nyelv van, milyen logika. De szinte lehet érzékelni, hogy már ő is elkapta, már ő is elkapta. Tehát újjongás, tényleg kitört a hatalmas nagy világméretű dolog. Tehát a viszonyulásunk drámailag leépült a veszélyhez képest. Nyilván van veszély is. Tehát szinte a világ vége várás barátaink. Na majd 2012, 12. 12. 12 órakor nem lesz akkor karácsony. És ahelyett, hát amúgy is ezt már megtárgyaltuk, hogy a maja időszámítást egyébként ez kimaradt, soha senki nem fejtette meg. Világos? Elmondják kiváló tudósok, hogy az időszámítási rendszerben 500-1500 év, hogy úgy mondjam, tólig elképzelhető. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Ha a legkisebb a tévedés, akkor is vagy 500 év múlva, vagy 500 évvel korábban. Hát ezek ilyen jellegű, úgymond megfejtések. Na de ez a legtapintatosabb, kevesebb a dolgok állását figyelembe véve. Tehát bizony megjelenik egy korona. És ez most a pozitívum értelmében, jelenések könyvében főszereplővé válik egy korona. Aztán, aki viszont kinyilvánítja, hogy mi fog történni, róla a következő könyvét. Tehát Patmos szigete, ezt nem részletezem, mert történetileg is meg lehet határozni,
De most nézzük a lényegi szempontokból. Tehát megfordulék, és mit mond, hogy lássam a szót. Na most itt már lehetne nekünk sikoltozni. Mi meg valamit hall a hátam mögött. Tehát János, ő már elragadtatott állapotban van, csak még nem tudjuk meg. Tehát ez mit jelent, egyik sokan felfigyeltek, egy megfordulás. Tehát erre vezet az utam, de az hova vezet? És aki értelmet ad, az az eredet irányából, tehát vissza kell fordulnom, visszafordulás. Erről nagyon sokan szépet írtak, metanoinának nevezi, tehát ez az odafordulás. Hogy lássam a szót, amely velem beszél. Na most, miről van szó? Tehát hall valamit, és nem azt mondja, lássam, hogy kiszólalt meg, hanem lássam a szót, aki velem beszél. Na most nem akarok tovább okoskodni, csak így a finomságokra szeretnék felfigyelni. És az ő feje pedig, és haja fehér valamint a fehér gyapjú, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzláng. Tehát a legnagyobb tisztaság, és szemei olyanok, mint a tűzláng. Ez, tehát rövidre, ez az elég figyelmeztető. Hát szikrákat szor, amikor mondani szoktuk. Tehát valaki beindulat van, tüzes indulat, harag van. Szikrákat szórt a szemei, mint a tűzláng. Hát a tűzláng az úgy felmésztő. Tehát itt lehet már az indulásnál érezni, hogy baj lesz. Ugyanakkor pedig makulátlan tisztaság. Csak amit lát a makulátlan fényből és tisztaságból, hát az egy kicsit gyűlékony módon jelenik meg. És a lábai hasonlók alának az izzófényű érchez, mint a kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint sok vizek zúgása, magyarul, mint a vízesés, mint a zuhatak. Végig vonul a jelenések könyvében egyébként hanghatások vannak. Mennydörgés, és minden eljut oda, hogy szólnak hozzám, és milyen a szava, mint sok vizeknek a zúgása. Na most gondolom, tudjuk, ez megint nem véletlen. Tehát megint nagyon szép hasonlat arra, hogy a sok vizeknek vízesésszerű zúgása az mit jelent. Jön mondjuk egy folyó a maga útján, elérkezik a zuhatagos előszezés, egy hatalmas nagy változás. Itt jön meg a zuhatagszerű morajló hang, és egy másik szinten folytatja tovább. Tehát ezért van az, hogy például Belső-Ázsiában és máshol is révülési szinteket nagyon sokszor zuhatagok fokozataival szoktak jelezni. Hát valamikor létrák fokozataival, amikor egyszerű. De amikor vízesések, zuhatagok, már az elején figyelmeztet, nem azon a szinten fogunk tovább menni, amilyen szintről zuhanunk tovább, és majd megyünk tovább. Tehát szintvált. És azért itt már ezt nem lehet könnyen túlélni, egy ilyen nagy közegváltás. Vala pedig a jobb kezében 7 csillag, na ők főszereplők lesznek, miért? Már előre szavarok. Se többet, se kevesebbet nem mond Jánosnak, hogy írd meg a 7 csillag titkát. Mi a kérdés akkor? Nyilván nincs kérdés. Vagy meg tudod írni a 7 csillag titkát, vagy nem fogod megtudni, hogy mi történt. Ez pedig leginkább a 7 bujdosó csillaggal lehet párba állítani. Hát már egy keretrendszerrel megismerkedtünk, és mivel mindenről 7 lesz. Most ilyen biblia magyarázatokban lehet olyanokat olvasni, meg tapasztalni, hogy a 7 az a teljesség, tökéletesség száma, és amikor arról van szó, hogy az Isten királyi széke előtt van Isten 7 lelke, mert itt égnek áll a harag. Ez, hogy Isten 7 lelke. Hát eredetileg erről nem volt szó. Tehát ez nem 7 lélek, hanem a 7-es számozat, a teljességet, a tökéletességet jel, és a 7 fejű fenevad esetében is, a 7 pohár esetében is. És elmondja máshol, hogy a 7 lélek és a 7 csillag.
Például, hogyha jól emlékszem, a sárga és beli gyülekezet angyalának, amikor meg kell írni, így mutatkozik be maga, aki mondja, hogy most az mondja neked, akinél Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tehát mindent úgy magyarázni, hát népmese elemzésnél tudjuk, mi a 7 rákulcs, szent szám. Na de hányszor megtárgyaltuk, mondjunk egy számot, ami nem szent szám. Egy. Miből van egy? Egy az is. Kettő. Három. Négy. Hát mindegyik valamilyen szentséget meg fog idézni a megnyilvánult világ működésrendjén belül. Mert nyilván a négy, az a négy égtájat fogja kijelölni. Az öt nyilván egy öt elemrendszer fog jelezni. A hat nyilván a hatásra fog figyelmeztetni. A hét, és hogyha egy gyerek elkezd a kezén számolni, akkor az egyik kézfején lát öt ujjat, a másikon, ha csak nem kevesebb vagy több van, ha több van, örülünk, ha kevesebb sajnálkozunk. De azért mondom, érzékeny, leszámolok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akkor nem fog azt mondani, hogy teljesség, tökéletesség. Nehéz lenne beismerni. Nem rendelkezik azzal a világképpel, hogy értelmezni tudja, hogy miről van szó. A 7 alapszinten a mozgásnak a szám. Na most, mint amennyiben úgy a Földön, az égbolton hány világító égi testet látunk mozgásában? Nem 6-ot látunk, nem 8-at látunk, szabad szemmel 7-et látunk, pont. Tehát nincs ebben semmi rendkívüliség. Arról van szó, hogy elindul egy folyamat. Ezért lesz 7 mennydörgés, ezért lesz 7 angyal. Trombitával, 7 angyal a pohárral, miért? Mert sajnos beindulnak a folyamatok. Tehát a 7 az a mozgás, az a folyamat. És milyen folyamat? Szó szerint lökömszemű folyamat. Tehát amikor az ember nem akar megmozdulni, voltak ilyen színészek egyébként, hát a Besenyi Ferenc is ilyen típusú színész volt, hogy még idős korában is lámpalázas. Most ez azt jelenti, hogy ez egy adottság. És azért minden tiszteletet megérdemel, miért? Mert nyilván nem rutinból lépett a színpadra, rajos meg neki kell menni. Hanem elmondják, hogy néha be kell neki lökni. Aztán, amikor belökték, akkor már úgy ment. Na most ez lehet, hogy csak egy adóma, vagy anekdóta, vagy valamilyen leírás, de minden esetben szava hihető kortársak. Tehát akik személyesen ismerték, mondták aztán, vagy így van, vagy nem így van, a jelenség az tényleg létezik. Tehát amikor elindulnak a folyamatok. Tehát nem statikus keretről van szó, nem a megtartó erők, megőrizzük, megtartjuk olyannak, amilyen, hanem elindul egy folyamat. Ezért 7 gyülekezet, a 7 gyülekezetnek 7 csillag angyala van. Aztán 7 pecsétes könyv. Most a 7 pecsétes könyvben a lényeg. Gyönyörű a jelzés, le van pecsételve. Tehát emlékezzünk, honnan indultunk az evangéliumból. Azt a napot, azt az órát senki nem tudja. Miért? Le van pecsételve. Most két nyelvezetet használok. És ott áll János a tónnál, ahol ott van a 4 lelkes állat, ezt megtárgyaltuk, ott van a 24 vén. Most az emető vének és 24-en vannak. Miért? Tehát van egy nagy keretem, a nagy élet kerete. És ott minden jel van tömve. Tehát 12-2 sor például. Tehát egy napi fény, vén, fény árnyék arányváltozás. Ég a 7 lámpás a trónusnál, ami az Isten 7 lelke. Aztán erről a 7 lélekről mondja el, ugyanígy a jelenések könyve, hogy elküldetett a Földre. Hol vannak? Ki találkozott vele? Tehát nem egy olyan jelenségről van szó, hogy elintézzük úgy, hogy szent szám, tökéletességet jelenti, nagyon fontos, nagyon okos, közben benne vagyunk az eseményeknek a sodrásában. Egy biztos világtörténelemben ismerek egy olyan világtörténelmi eseményt, ami történelmi szinten az egész világ sorsát meghatározta, és hány főszereplője volt.
elindulnak. Hány vezér indul el? Bármennyire hihetetlen. Ez nem azt jelenti, hogy ők Isten hét lelke, de azért mégiscsak lehet érzékelni, ha mit tudom én, most nem akarok Amerikai Egyesült Államok történetéből elnököket vagy golfjátékosokat idézni, de ha ilyen szintű értelmezések megjelennek világnyelveken, világos, hogy megírta a Jelenések könyve, mit írt meg könyvek? Az ember megdöbben. Tehát amit tegnap a bulvár sajtóról olvasott, mivel fogja igazolni, hogy ez fontos, benne van a Jelenések könyve, nincs benne. De a hetes rendszer benne van. És világtörténelmi szinten tényleg van egy világtörténelmi esemény. Miért? Mert a hét vezér nevét is a hét nappal és a hét bolygórendszer megnevezésekkel tökéletes összhangban lehet állítani. Tehát van egy egyetemes jelentése, ami nem csak egy történelmi eseményre vonatkozik, és ő maga Anonymus írja Álmosról. Álmosnak a Szentlélek volt a vezetője. Ugyanez az Anonymus mit ír Árpád vezérről? Árpádnak a mindenség istene volt az istene. És mind a ketten hetes rendszerben jelennek meg. Hát akkor egy világ történelmét megtörténelme, elnézést. De ez el tud sáskásodni, el tud sárkányosodni, és hát a fene vad is ezeket a kopirájtokat hívja életre. Miért? Mert létrehozni magától semmit nem tud, csak utánozni. Tehát van egy égi kozmikus rend, azt ő nem tudja létrehozni, de hogy itt talajt tudjon fogni, milyen számszerű rendszereket fog használni? Az elején, mert már ennek nyoma nincsen. Amíg úgy be kell vezetni az emberiséget a világ vége bűvkörébe, hogy magától sétáljon bele. Na, tehát elindulnak a folyamatok, és így szól a szöveg, hogy jobb kezében van a hét csillag, és a szájából két élő éles kardjő valaki. Egyébként a magyar nyelv gyönyörű szín. Nyilván a szájából nem fog kardok, nem kardnyelő művészről van szó. Damaszkuszba járva egyébként láttunk igazi kardnyelőt. Tehát oda kellett elmenni, hogy az ember lássa. Tényleg is szépen így lenyel, tehát nyilván ki is tudja bocsájtani. A szájból, ami kijön, és ez a mi nagy előnyünk. Miért? Mert megtanulhattuk a leckét. Itt voltak kiváló tanítóink. Meg nagyon egyszerű. Hát minden, ami kijön, valamilyen módon a beszédnek lesz a képjele. Miért? Hát sok minden kijöhet, de ez mégiscsak a beszédnek a környezetében vagyunk. És milyen lesz ez a beszéd? Hát eleve izzó a tekintete. Izzó tekintet. Milyen lesz ez a beszéd, ha két élő, éles kard, mondani is szoktuk, éles. Ez nagyon éles szöveg lesz. Ez nem fog simogatni. A apokalipszis is miért simogatna? És borotva élen megint a magyar nyelv. Az életnek van egy éle. És ha én, amíg nem hallottam egyébként, nem találkoztam a hiteles magyarázattal, hogy az ember úgy tűnődött, hogy borotva éle és az élet. Mi köze a kettőnek egymáshoz? És akkor valaki szépen elmagyarázta. Nézd meg a testhőmérsékletet. Adva van a nap, ott több millió Celsius fok, 100 millió fokok a nap belsejében. Adva van a világűrnek dermesztő mély csendje, ez az abszolút nulla fok. Dermesztően hideg. És adva van az ember. Na most csak a világegyetemben, csak a kozmikus környezetünkben a mi hőmérsékletünk milyen élen mozog? Hát nincs az a borotva él, amihez viszonyítaná, tudnám számszerűségben. Ha felmegy a lázunk 38 Celsius fokra, és ott marad két hétre, akkor mi lesz? Hát valószínű, mi is ott maradunk. Ha 36 alá tartósan lemegy, valószínű, mi is ott maradunk. Na most van éle az életnek?
És ez az a borotva éles szöveg, ami értetek éles. Már nincs idős nyugat. Ez tényleg az életet védő éles szöveg. És milyen az arca? Az ő orcája a nap, mint amikor fénylik az erejében. És akkor kérdés. A nap egy napon belül mikor fénylik az erejében, és egy éves pályafutása alatt tetszőleges útján mikor fénylik az erejében? Megint lehet érzékelni. Egy napos napjárásban is fontos, és az, hogy melyik időszakban van egy éven belül, így is mondjuk, erőben a nap. Az is nagyon fontos lesz. Csak ezt már nem fogom itt részletezni. És elmondja, hogy leesik a lábaihoz, mint egy hold, magyarul ez tényleg rémülés. És nem véletlen, hogy a lábaihoz. Mert a mikrozodiákuson belül a láb, az hova tartozik? Hát a lábmosásra gondoljuk. Mert megint lehetünk nagyon okosak, meg szépek és jók, meg alázatos, meg egyebek, de annyi alázatos cselekedet van. Utolsó vacsora példázata. Lábmosás, mert oda tartozik. És megint Péter a főszereplő, és miután beleegyezik, hogy Jézus az ő lábát megmossa, de előtte tiltakozik, akkor hát kicsit elkapottá válik, és akkor most már mindennek most meg is. Itt jön a példázat. Ha ez nem lenne, akkor megmaradhatnánk a hétköznapi alázatosság gyakorlás, de egyszer ez nem csak hétköznapi, hanem örök mindenség napi is. Tehát a Teremtő teremtette a természet rendjét. Tehát ez mit jelent? Ha őt követem, akkor egy rendet kell követni. Milyen világhónapban léptünk be az ő születésébe? Végigbeszéltük már a halak példázatait a vizektől, a halászokat. Mikrozodiákusan a láb, lábfej az a halakhoz tartozik. És megmossa Péter lábát, és onnan érthetetlen megint első pillanatra párbeszéd. Mert azt mondja, hogy mindenemet akkor most meg. És erre mit mond Jézus? Akinek a lába tiszta, mindene tiszta. Most szabad egyszerű megfogalmazás, hogy próbálja ki valaki 72 éves élet alatt, lábam tiszta. Hát valószínűleg a környezetében nem tudna senki megmaradni. Tehát aki az útján tiszta volt ebben a világban, az vizen is tudott járni, tehát a felszínen tudott maradni, annak mindene tiszta. Tehát itt emeli meg a szempontot. Csak mivel mi fogalmi nyelvezetet használunk, sajnos a képi beszéd egyre távolabb kerül közöttünk. Miért? Mert a képi beszéd hátterében, magasában, mélyében, belsejében egy archaikus világkép rendje mutatkozik meg. Az pedig az egész világot számára tartja. És ekkor mondja el, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, amik ezek után lesznek, a hét csillag titkát, amit láttál az én jobb kezemben, most tovább nem mondom. Tehát nincs vére. Alapvető dolog a hét csillag kérdésének a tisztaság. Mi eleve kézben van, tehát nem statikus, hanem tettek mezeire lépett át. Tehát elindul egy égi hierarchián belül, elindul egy mozgás. És ekkor azt mondja, hogy a hét gyülekezet angyalának írd meg, akik hát Ázsiában vannak, mindegyik gyülekezet egyébként Efeszosszal, Efezussal kezdődik, hogy magának János apostolnak volt itt a gyülekezete. Ókorban Efeszoszi Diannának volt ott a Szentia kereszténységen. És ha valaki megnézi a térképet, ez ugye a mai Törökország területén így füzérbe rendeződően, három a tengerparthoz közel, négy pedig egy kicsit beljebb, amelyek Ázsiában vannak. Tehát hét gyülekezet Ázsiában, és jön tényleg ilyen népmesei értés szintjén, mert nem a gyülekezetekhez szól közvetlenül, hanem a gyülekezet angyalának írd meg. Most felmerül egy kérdés, hogy akkor én már olvastam olyan értelmezést lábjegyzetbe, gyülekezet angyala az a presbiter.
elnézést, angelus, hírvívő, hírközlő, sajnos ez kereszténység, és hiába valaki tényleg csodálatos vallásos értelmiségi, a presbiter, az angyal, minden szám szép, minden tökéletes, de hét az, amit meg lehet határozni, miért hét. Na, csak írjunk. És jönnek a szövegek, mert a szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, pergamumi gyülekezetbeli angyalának írd meg, tiateri gyülekezet angyalának írd meg, sárdisbeli gyülekezet angyalának, filadelfiai beli gyülekezet angyalának, és a Laodicea beli gyülekezet angyalának írd meg. Megírja, amit meg kell írni, ebben van dicséret, van korholás is, van figyelmeztetés is, és mindig a végén az szerepel, hogy aki győz, annak rögtön az első nél az van, hogy aki győz, annak enni adok az élet fájára, ami a paradicsom kertjének közepette van. Aztán második gyülekezetnél, a szmirnainál, aki győz, annak nem árt a második halál. Pergamonban, aki győz, annak felírom a nevét, egy fehér kavicsa, senki nem tudja. Tiateri gyülekezet angyalának, amikor így, aki győz, annak adom a hajnalcsillagot. Na most itt lehet érzékelni, hét gyülekezet, hét angyal, hét bujdosó csillag. Pont a negyedik, ez nagy szerencse, a Tiatira beli gyülekezet angyala. Hajnalcsillag kapásból, melyik bújosó csillag, planéta, bolygó, nem, hajnalcsillag. Csak mi összetetten szoktuk mondani, est hajnalcsillag. Ez maga a Vénusz. Ő a szeretetnek és a harmónia teremtésnek a bolygója, és itt miért nagy a szépség? Mert kellős közepén a hetes rendszernek, tehát nem az elején, nem a végén. Tehát amíg hozzá eljutok, három minőségen megyek keresztül. Amíg utána eljutok a végére, három minőségen megyek keresztül, és ő mint negyedik, hát ő köré rendeződik ez a hetes rendszer. És a jelenések könyvének végén mit mond maga Jézus Krisztus? Én vagyok a ma felkelő fényes hajnali csillag. Tehát est hajnali csillag, szeretet, tehát ha csak ide varázsoljuk a jelentését, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressék. A Mars az nem a szeretet tulajdonságainak a megidézője. Ekkora kard van a kezében, és mindig páncél vannak. Tehát nem lehet szeretetet általa megidézni. Est, hajnal, csillag, Vénusz, ott vagyunk. Tengernek csillag a keresztény hagyomány körön belül. Melyik bolygó neve? Tengernek csillaga. Minden hajóság kötelező volt ismerni. Hát ez a Vénusz nevé csak. És a liturgiában Szűz Mária a tengernek csillaga. Tehát lehet ám itt nagyon messzire menni, és érezni, hogy apokalipszis, csapások jönnek majd, de rögtön az első hetes rendszernek a magjában mégiscsak mi van ott. Pedig ott korholás van egyébként, most nem részletezem, mégiscsak aki győz, annak adja a hajnalcsillagot. Harmónia teremtés. Hát az ördögi erők káoszba viszik a világot. Megváltói erőknek harmóniába kell rendezni a világot. Aztán utána jön a melyik gyülekezetünk, a Filadelfia, nem megyünk mindegyiken végig, aki győz, azt a atyám templomában oszloppá teszem, aztán a legvégén Laodicea beli gyülekezet, aki győz, ahhoz én bemegyek, vele vacsorálok, atyám királyi székébe ültetem. Egy dolog nem hangzik el. Hogy lehet győzni? Tehát ez a nagy kérdés. És rögtön két alkalommal szívünket üti a megfogalmazás. Kezdjük a Szmirna beli gyülekezet angyalával, ez a második. Angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. Na most itt még belemagyarázás, én is elismerem. Miért? Mert nagyon általános a megfogalmazás. Tehát adva van valaki, vagy valakik, akik szegénynek gondolják magukat, nyomorultnak hiszik magukat,
merjünk nagyon kicsi lenni, mértéket használni. Na, azért nem gondolod komolyan, ismerjük a baráti dolgálásokat, de gazdag vagy. Na most mire kellene törekednünk az ínséges időkben? Felfedezni népművészetünk gazdagságát. Felfedezni anyanyelvünk gazdagságát. Felfedezni kultúrán gazdagságát. Világos? Hát nincs olyan nyugat-európai irodalom történész, egy József Attila évforduló alkalmával egy francia költő és iroda történész mondta el, Kossuth Rádióban nyilatkozott, részleteket most nem részletezem, de mi volt a lényeg? Hát azért a világ irodalmában olyan irodalom, amely 500 éven keresztül, vagy 400 éven keresztül Ballassi Bálinttól bizonyítható a József Attiláig. Minden évtizedben olyan magas maton van, mindig van folytatás, tehát nem arról van szó, hogy jól kijött az a század és két-három költő van, hanem hát mi a csúcsok csúcsait szoktuk számon tartani, és ha megnézem, egy Petőfi Sándornak kik voltak a kortársai, Arany Jánosnak, vagy akár Ady Endrének, tehát idáig eljutunk. Na de kit lehetne megemlíteni? Babits Mihályt már említettem, Szabó Lőrinc. Tulajdonképpen Ady Endre világából indulnak ki. Tehát elképesztő gazdagság. És mindenhol főszereplő, vagy visszatér hozzá, vagy soha nem tagadja, három nagy téma. És mindegyiket a szerelem tartja össze. Tehát szerelmes versek, szerelmi lír. Balassi Bálintól napjainkig. Na igen, de a szerelem nem állít meg. Szereti a hazáját. Mint egy Petőfi Sándor, vagy egy József Attila. Hazán című vers. Elképesztő, hogy a fiatal József Attila milyen hazaszerető verseket írt. A halál előtt milyen hazaszerető verseket írt. Egész életében úgy szereti a hazáját. Ma divat az ellenkező. Mintha nem lenne rá szükség. És Isten, Isten, szerelmes Isten, az istenes versek. És elmondják, van egy probléma, nem probléma egyébként, irodalomtörténetben nincs ehhez fogható nagyságrendű, fél ezer esztendős irodalmi történet. Kik nem tudnak róla? Hát ahol létrejönnek ezek a csodák, ott nem veszik észre. Tehát tudom a te dolgaidat, a nyomorúságodat. Hogy is mondja a szöveg, hogy nyom és szegénységedet, de gazdag vagy. Hát most azért érezni lehet, azért nem minden népre lehet ezt kapásból ráakadni. De azt mondjuk, hogy végül is ez egy jó nagy kabát, ebbe bárki belefér. Na, olvasom tovább. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ímé a sátán egy néhányat ti közületek tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Na most kihez szólhat egy ilyen szöveg? Tehát még egyszer, nem Boris Zsigmondra gondolom, légy hív, mint halálig, légy hív, mint halálig. Néked adom az életnek koronáját. Átmegyünk a népek, világtörténelmi színpadára is feltesszük, hogy 2160 éves világkorszakban van-e olyan nép, amely népnek kitüntetett, méltósággal rendelkező és tiszteletet élvező koronája van, ami nem tárgynak, hanem élő minőségnek tételező. Na most van ilyen nép? Egyetlen egy ilyen, amelynek a koronája élőnek tételeződik. Én tudom, hogy mindenki reményeim szerint, ha oda jut az élet koronáját elnyeri, meg koronára megyünk, na de elnézést, ez népek történelme. És részen 10 napig tartó nyomorúságtól. Na most, ha 10 napig tartana, mit csinálunk? Hát azt mondjuk, hogy 10 napig megnézve van víz,
van fügefa az udvarban, hát tulajdonképpen 10 napot itt el tudunk tölteni. És itt kell azért figyelembe venni azt, amit nagyon nem szeretnek figyelembe venni, hogy milyen időszámítási kulcsokkal lehet itt ékeskedni. Mert ha tudjuk azt, hogy ez 10 nap, akkor normális esetben felteszem a kérdést, hogy a kis esztendő 365-66 napos körén belül vagyunk, de ez világtörténelme, ez népek történelme. Tehát valószínűleg itt nem kíséres keretben tájékozódunk. Miért? Mert évszázadokat, évezredeket ölel át maga az esemény történet is. Hát valamikor, nem akarom részletezni, de 1260 napos időket ad meg, 42 hónapos időket. Érezni, hogy ez érdekesebb. Hát ha ezt leírta, akkor ez már rég a szavatosság ideje lejárt. Miért? Azóta már rég eltelt, 42 hónap rég eltelt, 1260 nap. Miről beszélünk? Arról, hogy a precessziós nagyvilág éven belül egyetlen egy nap, az mennyi idő telik el, még egy napot számolhatunk. Az ekliptikán visszafele egy foknyi időt 72 év alatt tesz meg, hátráló mozgás, precesszió. Tehát ez mit jelent? Egy világnap, hát ha egy világnap 2160 év, egy világnap az 720 év. És koronáról van szó. Na most gyors! Visszatérés, Jézus születésével indul a halak világ. Holnap van 3-720 éves egység, ez a három nagy dekanátusi idő, tehát születésétől eljövünk 720 évig, a halak világ hónapot, a visszafele megyünk, a következő vizes, a skorpió tulajdonságok színezik át. 720-tól 1440-ig következő vizes egység, ez a rák. Tehát a halakot a rák tulajdonságok színezik át. 720-tól 1440. Ez nekünk egy nagyon jó történelmi időszakot, gondolom észreveszünk. 1440-től 2160 évig, na itt jön a végjáték. Miért? Mert halak világhónap és a legtisztább halak tulajdonságok. Tehát ha ide felkészületlenül megyünk, most saját nyelvezettel szólva, végig arra készülök, hogy majd egyszer utam során találkozom a nagy folyóval, de nincs révész, nincs hajó, tehát át kell úszni. Csak egy dologra nem készültem. Nem tanultam megúszni. Tehát az emberiség tulajdonképpen felkészülési időket is bejárhat. És úgy tűnik, hogy volt idő, amikor tényleg készült, és ekkor jön 1440 után egyébként, hát egy utolsó nagy ráadás nekünk. És ennek megint van egy történeti jelentősége, miért? Mert abból a családból származó magyar király a németalföldi folklórban is, a délszláv népek költészetében is, az egész világon egyetlen jelzője van ennek a királynak. Mátyás az igazságos. Tehát még 1440 után nekünk jön egy kegyelmi korszakunk. De még mielőtt ide elérkeznék, mi történik, miért? Mert létjünk, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Szent Korona életében történt-e valami 1440-ben? Akkor lopták el. Most van kérdés. Hát ha ez belemagyarázás, akkor elnézést, Ronald Reagan esete a merénylőjével, hogy a jelenések könyvében le van írva, az nem belemagyarázás. Mert ilyen szintű magyarázatok vannak. És ez nem azt jelenti, hogy az nem világtörténelmi esemény. Na de az érezni kell a különbséget. Hogy mi az, amikor ideütünk, és a világ sajtó mondjuk mögöttünk áll rá, és mi az, amikor megpróbálunk egy képi beszédet a jelkép használata mentén értelmezni. És még egyszer előjön egyébként a korona, végpedig a filadelfiai gyülekezetnél. És itt így jön el.
Mivel megtartottad az én béketűréseimtől beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, mely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a Föld lakosait. Na ez az. Mindenhol szerepel, hogy a Föld lakosait. Tehát ez a globális, hogy úgy mondjam, időszak. Amikor tényleg a Föld lakosai úgy egy kalap alatt üstölögnek, vagy egy idő kódot használnak. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Ugrás vissza. Hányszor akarják 1440 óta elvenni a magyar szent koronát a magyar? Tehát tartsd meg, ami nálad van. És van egy finomabb jelzés is, ugyanis hát itt a hét angyal és a hét csillag rendszerén belül, ha bolygó tulajdonságokkal azonosítjuk a hét angyalt és a hét gyülekezet angyalát pontosabban, azért azt is tudni kell, hogy az egyik esetben, tehát az élő korona, nem árt a második halál. Tehát gondoljunk a magyar népre, hányszor halt meg? Nem az, hogy második halál, hányszor temették már a világtörténelemben. És nem árt neki. Azt nem mondom, hogy teljesen nem árt, mert azért kicsit fokhiassá váltunk úgy menet közben, de azért úgy tűnik, hogy ilyen megpróbáltatás sorozatot azért nem minden nép tudott volna ilyen hatásokkal túlélni. És erre büszkék lehetnénk. És leginkább arra kellene figyelmeztetni, hogy honnan kapjuk mi ezt az erőt. Mert nem a szomszédból jön. És itt vannak a jelenkori tehertételek. Egyszerűen nem bízunk magunkban, nem bízunk a múltunkban, jelenben kóvályunk, jövőképünk nincs. Na nem mindenkinek, de úgy nagy általánosságban sajnos néha ez történik velünk. És megtartani a koronát. Tehát megtartani. Most visszatérek a magyar szent koronára. De még mielőtt visszatérnék, most nem vesszük végig a hét bolygó megfelelést. Egy biztos, az élő koronánál vagyunk, Szmirnánál, a jupiteri tulajdonságok érvényesülnek. Ahol hát nem részben megpróbáltatás, tarts meg, templomban oszloppá teszlek, melyik bolygó tulajdonság? Megtartó, megfogó, megőrző erő, legjobb minőség, készinte Szaturnusz. Most a magyar szent korona apostol feliratai, két apostol név feliratban van, nem betű, hanem bolygója. Az egyik a Paulus feliratban, ez Szent Pál lesz bal oldalon, leírja azt, hogy Paulus, tehát van egy E betű, van egy A betű, van egy U betű, van egy L betű, és jönne ugyanúgy az U betű. De nem jön, egy ilyen jel jön. És Pap Gábor figyelmeztetett erre. És mi az érdekesség? Hogy a kereszténységen belül az ABC betűi és az állatövnek és a bolygójeleknek a változatai hát legalább 1500 éves múltra vezethetők vissza. De hát ezek nem számítanak. És egyszer csak jön egy ilyen jel. Most erre szokták azt mondani, hogy ezek nagyon kis képek, rekesz szalagokból kell kihajtogatni a formákat is, az ember alakokat is, meg a feliratokat is. Tehát képzeljük el, én egyetlen egyszer készített, na jó, nem egyszer, de ezt Békés Csabán, Koszett Sándornak lehet köszönni, aki berendezett a rezidenciáján egy kis ötvös műhelyt. És nyári táborok, népmesetáborok alkalmával, úgymond zománc művészeti táborok is kialakultak. És hát meg kellett tapasztalni, hogy mondjuk ilyen méretazonosságban mit jelent egy kis apró jelet, ami történetesen a magyar szent koronán is szerepel. Én a kis négyszélú virágjelet, ezt a fénymag jelet hajtogattam ki, ami minden apostol, majdnem minden apostol hátterében ott van. Most nem fogjuk elhinni, hogy mennyi ideig tartott hajszál vékonyságú rekesz szalagokból ezt a kis lóherére emlékeztető, négylevelű lóherére emlékeztető formát. Hozzáteszem az én kézügyességemmel, ez csúcs és csoda számba ment. Elment vele egy nap.
Na most képzeljük el, hogy valaki a Paulus név feliratát a Szent Korlán kihajtogatja. Tehát az U betűt, hát ami megint érdekes, mert nem eltűnő latin betűk között, amit mi már V-nek használnánk, de ez a kis U betű jelzését is szolgálja. Tehát látja, hogy hogy készítette. Utána jön az L betű, és itt szokták mondani, hogy elfelejtette, ami a szeme előtt van. Tehát ez mit jelent? Teljesen tudatosan alakítja ki azt a formát, ami a Jupiter bolygó jelének felel meg. A másik oldal, a János, Sal vagyunk szembe, ha szembeállunk, ott is a népfelirat, az nem Johannes és nem János. Tehát van egy jotta, van egy O betű, ami fölött egy ilyen rövidítés jel van, utána van egy H betű, vagy egy N betű. Nem lehet eldönteni. Miért? Mert ha a szárát hosszúnak tekintem, akkor H. Ha rövidnek gondolom, akkor N. Na most ez viszont melyik bolygójele? Szaturnusz. Jánosnak a névünnepe, amúgy is jön december 27-dik, ez a vakhalának előtt. Tehát ott tényleg révbe érünk, tehát a megtartó erők. Na ilyen alapon gondolom érzékeljük. Még tovább, hát a vetített képes előadás nem. Még tovább lehetne fűzni, még szorosabbra ezeket a szálakat. Mert itt a szövegben azoknál a bolygóknál szerepel a korona, amely névfeliratokban viszont a koronán ez a két bolygó jel szerepel. Na most ezek lehetnek véletlenek, vitathatatlan tétel, de azt mondja, élő korona és valakiknek mondja. Hát melyik népnek volt koronája a világtörténelemben? Tartsd meg a koronádat! Hát ezt mondja a cseh királynak, mit mond a cseh király? Ha ellopják, csinálunk egy másikat. Mondja a lengyel királynak, mit csinál a lengyel király? Hát ügyék, csináltatunk egy másikat. Mondja a francia királynak, tarts meg a koronát, minek? Hát majd a következő király a koronázása úgyis csináltat magának egy új koronát. Tehát ennél pontosabban nem nagyon lehet jelezni dolgokat. Viszont kérdés, hogy lehet győzni? És lehet, hogy most már lassan be kell fejezni, győzni pedig így lehet, hogy van az a nagy elragadtatás fel az égbe, látja azt a mindenség központú teremtői világot, a rendezett kozmoszt, ahol a nagy időnek és a kis időnek a világa egyszerre jelenik meg, de ezért tudja mondani még Péter apostol is a levelébe, mit mond? Jegyezzétek meg! Most egy Péter apostol nyilván nem szórakozni fog velünk. Jegyezzétek meg! Ami az Úr szemébe egy nap, az a Földön, ezer esztendő. Ami itt ezer esztendő, az Ő szemében egy nap. Tehát a nagy időnek és a kis időnek, ha nem látod egybe, mit lehet mondani, ha nem látod egybe? Akkor minden egész darabokban, de nem ezt akartam mondani, hanem kicsit kacifantosabban szerettem volna fogalmazni. Kérdés, hogy lehet győzni? Mert ez a nagy kérdés. És megjelenik, hát a teremtő kezében van a hét pecsétes könyv. És mindenki zokog a környezetében. Ez is képi beszéd, meg gondolom érzékeljük azért a mennyek országának lakosságát, nem mert hogy nehezen tudja elképzelni, hogy éjjel-nappal sírnak. Na de miért van ez a sírás? És eleve milyen hatást szokott megidézni, tehát népmesében, balladában sír, sír, hullónkönnye, záporán lát. Ez is egy évköri tulajdonságra vezethető vissza. Tehát sírnak. Miért? Mert megszólal egy mennydörgő hang, hogy ki az, aki méltó, hogy felnyisse a hétpecsétes könyvet. És mi a döbbenetes tétel, kinyilatkoztatás? Sem égen, sem földön, senki nem találtatott, aki méltó lenne. Egy méltó lesz. Mert ott van a bárány is, aki hogy néz ki? Mint aki leületett. Ez már megint egy jelzés. Mint aki leületett. Tehát ez tényleg az önfeláldozás.
útján megy el. És ő megy oda a székhez, a bárány, és veszi el a 7 pecsétes könyvet. És elkezdi felnyitni a pecséteket. Tehát mit jelent? Elindul a 7-es rendszer. Ami addig zárva volt, senki nem tudta miért, mert nem volt pecsételve. És az evangéliumokban teljes joggal mondta Jézus, hogy senki nem tudja, hogy mikor. Miért? Be van pecsételve. Csak itt az idő előre is szaladhat, vissza is szaladhat. És majd látni fogjuk, hogy mielőtt a 7. pecsétet felnyitja, még akkor is van egy kis kegyelmi idő. Ez így fogalmazódik meg, és jön fél óra csend a mélyben. Na most ismerjük, gondolom, azt a kifejezést, hogy vihar előtti csend. Tehát fél utolsó pecsét, tehát ha utolsó pecsétet felnyitja, tehát ott még van lehet. Ha felnyitja, akkor onnantól kezdve elindul minden. Sajnos a kifejezés, ami végül is a vége az jó. Na, de amíg eljutunk oda. Hát ez amit a fogorvosi váróterembe ülni. Hát tulajdonképpen majd kijönni jó lesz, na de még eljutok oda, hogy ki fogok onnan jönni. Addig azért leizzad az ember. Már a váróterembe is, és már a alkalmatosságon, ahol az ember odaültetik, vagy éppen fektetik. És végeredményben itt jön egy nagyon szép jelzés. Amikor az első pecsétet felnyitja, tehát úgymond elindulnak az apokalipszis olvasai. Tehát ez egy nagyon ismert jelenség, 2000 éven keresztül folyamatosan ábrázolja az egyházművészet. Csak érdekes módon a modern kori művészet az nem érzi a különbségeket. Tehát mind a 4 lovas úgymond a rossz kategóriájába szokták meg őket. Nem tudom, hogy ki látott-e kortárs festőművészektől. A pont nem Pikó Sándort említem Debrecenből, mert ő tényleg hitelesen, de gyakorlatilag egy kalap alá veszik. Most egyrészt nem lehet egy kalap alá venni semmit, amíg vannak minőségek és jellegzetességek. Másrészt nézzük meg, mi történik, amikor felnyitja az első pecsétet. És tűnődjünk, hogy a népek nagy, mert maga János mondja egyébként, hogy a népek minden ágazatából megszámlálhatatlan sokasággal áradnak a népek. Hát mi is nép vagyunk, tehát ott vagyunk. Mi az, ami mindenkire, és mi az, ami ránk vonatkozik. És minden nép nyilván, miért? Mert minden népről szól a jelenések könyve. De mivel mi is nép vagyunk, már nem akar nagyon magyarázni, hát ismerjünk rá, hogy itt magunkra ismerhetünk. Tehát. És láttam, amikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a 4 lelkes állat közül egy mond, mint egy mennydörgés szavával. Jöjj és lásd! És láttam, és íme egy fehér ló, s a rajta ülőnél ívala, és adatik néki korona, és kijöve győzve, hogy győzzön. Na, milyen tulajdonságokat mozgósítva lehet, és emlékezzünk a 7 gyülekezetre. Aki győz, annak enni adok az élet fájára. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki győz, annak nevét felírom egy fehér kőre, amit csak ő tud. Aki győz, annak adom a hajnal csillagot. Mi az, amit kérünk? Hogy lehet győzni? Most megint nagyon egyszerűen fogalmazom. Aki átmegy a folyón mondjuk száraz lábbal, átsétál, de nem hídon, meg nem hajóval, hanem átsétál a folyón, az tud vizen járni. Mi a kérdés? Hogy tudok? Tehát hogy lehet győzni? Tehát ő milyen tulajdonság mozgósítását nevezi a győzelem, hogy úgy mondjam, lehetőségének. Tehát fehér ló, rajta ülőnél ívala, és adatik néki korona, és kijöve győzve, hogy győzzön. Nem lehet félreérteni. Most ez pusztít? Bánt valakit? Fehér ló, íj van a kezében,
rávetítjük keleten, nyugaton, északon, délen az évkörre. Ha azt mondom, hogy nyilas, semmi probléma, így van a kezében, lóval egyetlen ember. Ha a keleti rendszert használjuk, mit mondjuk? Ló. Fehér ló fia. Ki nem mondjuk? Fehér. Így van a kezében. Tehát akárhonnan közelítsz, gyakorlatilag egy évköri egység tulajdonság körét kapod meg, amelyet ha mozgósítasz, tulajdonságkör a mindenség. Viszont ilyen típusú népek, éjfeszítő népek, lovas népek máshol is vannak. Hol van a többlet? Adatik néki, mi az, ami adatik néki? Korona. Elnézést, melyik népnek adatott a világ történelemben ilyen korona? Ugyanoda jutunk vissza. És adatik néki korona. És ki jöve győzve, hogy győzzön. Utána, és eljöve egy másik veresló, és itt jön tulajdonképpen a baj. Tehát ez a szakrális királyságnak a megnyilatkozása. Szakrális királyságra avatni pedig alkalmas embert, akármilyen koronával nem lehet. És adatik néki korona. És ki jöve győzve, hogy győzzön. Jön a következő, és eljöve egy másik veresló, és aki azon ülne, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. Na most, ha nyilasnak van mint évköri egység, ha előre megyünk a kísérbe, hova fogunk eljutni? Bak. Hát arra ez nem illik rá. Ha visszafele megyünk, nyilas előtt melyik hónap? Hát állatövi egy beosztás. Skorpió. Skorpióban Mars van uralomban. Veresló. Veresló. Hadakozás. Háború. Utána jön, hát ez drámaian egyszerű lesz, mert látom, hogy nagyon szomorúan tekintünk előre. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondta, jöjj és lásd. Láttam azért ímé egy fekete ló, és annak, aki azon ül, egy mérleg vala a kezében. Van kérdés? Nyilas, skorpió, mi van előtt a skorpió? Mérleg, ébredjünk már föl, tehát mi történik? És ez megint a figyelmeztetés, visszaszámlálás. És sajnos tengelybe fogunk kerülni. És itt mielőtt tovább mennék, de be is fogjuk egyébként fejezni, mert nem tudunk tovább menni, szóval rövid tömörséggel. A mi nagyszüleink mit mondtak, hogy mikor lesz világ vége? Egy jó borral szagolták. Miért? Mert egyszerű emberek voltak, de a lényeget kiszagolták. Hát nyilván a nagypapám nem úgy fogalmazott, hogy figyelj fiam, olvastad Baktai Ervin csillagfejtés könyvét? Olvastad csillagászati könyvet precesszió jelenségéről? 2160 évig tart egy világhónap? Na? Hát ők nem így, hanem 2000-ben. Nem tudom, hogy visszatudunk-e öregek emlék. Mikor lesz világ vége? Mit mondtak a 70-es években? Vagy 2000-ben. Miért? Mert tetszik, nem tetszik, tényleg vége már 2000-ben. Tényleg, hát 160 év az nem nagy idő. Mi életünkben sok idő. De 2160 éves világ hónapon belül, ez azt jelenti, hogy hát még egy rövid időt ki kell bírni. És még mondtak valami. Sárga, veszedelem. És még hozzátették azt, erre emlékszem, hogy most van a vörös veszedelem, hát az még teljes sarló kalapács. Vörös zászlót lengetett a szél, minden tanácsház nem büszke ormán. Tehát érjen, de most más színű zászlókat fújnak a fényű szendők. De minden esetre, tehát sarló kalapács és vörös. Egyébként nyílt üzenet. Hát vörös, ez nem piros zászló volt, vörös. Ez haragos, indulat, háború, vereső, háború. Na most ezek a rendszerek polpotig elmenve
milliós nagyságrendben írtották saját lakosságukat. Pol Pot rezsim, mondom, hallottunk róla. Hát elnézést, ez megint nem a középkorban történt. Mert Mao Tse-tungról beszélnek, meg Sztálinról, meg mindenkiről. Na de aztán volt a, hát már gyakorlatilag gyermekéveinket bőven taposjuk, amikor ezek az események történtek. Szóval elképesztő, hogy mi történik a világban. És egy ilyen eszme égisze alatt. És a világ demokratikus közvéleménye mit csinált hozzá? Jaj, nem kellett. Hát gulágba rakni koponyákat. Hát ma már múzeumok vannak ott sajnos, mert ezt bemutatják. De adva van a vörös iszonyat, sarló és kalapács. Ez két bolygónak a jele. Sarló. Most ne a Holdra gondoljunk, mert az egyszerű lenne. Az is belejátszik egyébként. Kinek a kezében van kasza vagy sarló? Kronosznak hívják, kivel Kronosz, tehát ugyanúgy a Szaturnuszt jelenti a görög hagyományban, mint ahogy az időt is. És erre a bolygó tulajdonságra mondják, hogy felfalja saját gyermekeit. Miért? Mert az idő felemészti. Gyakorlatilag az időt. De azért ez direktbe a rossz fokozaton, hogy vigyázz, benne van. Felfalja saját gyerekeit. Tehát Szaturnusz sarló, Szaturnusz nevezik a nagy rossznak. Kalapács. Ez nem a verőfény lesz most, hanem üt. Vörös. Tehát nem kard, hanem üt. Mars. Most képzeljük el a két rossz. A nagy rossz, a kis rossz és vörös. Magyarul éjjel-nappal vért fognak untani. És nem hazudnak. Ott van. És emlékezzünk vissza, mert ezt mindig sikerül elmondani, amikor 1917-ben, és hát azok a fejek. Tehát akár Ulyanovnak a feje, akár az utána jövőnek a feje, erősen, karakteresen egy tulajdonságot megidéz, valahogy nem túl angyaliak. Hát egy gyerek rajzol egy ördög pofát. Akkor milyen arc karakteri jellegzetességgel rajzolja? Jó, hát ez mellékes egyébként, csak szeretném jelezni azt, hogy se az arcismeret nem hazudik, és be kell látnunk, hogy sokszor ők sem hazudnak, hanem hiszékenyek, naívak, túl jó hiszeműek, és éppen ezért néha buták is vagyunk. Tehát nem hiszünk el dolgokat. Az ötágú csillagot legalább fél éven keresztül a téli palota körüli események alkalmával a zászlókon nem úgy szerepelt, mint utána, hanem szarvával fölfelé. Ez kinek a jele? A sátánnak a jele. Bemutatkoztak. Világos. Meg itt adjuk a naívát. Hogy az eszme az jó volt, csak rosszul, annyi jót akartak. Mert egyenlőség, meg egyebek. Hát egyenlően nem mindenkit halálra akartak juttatni. És félelem. És tényleg a terror az félelmet is jelent. Hát ennél többen nem adtak a világot. Tehát végeredményben lehet érzékelni, hogy ezek mindig emblematikusan szerepelnek. Tehát leadják a jelzést. És ezek nem belemagyarázások, tulajdonképpen azt, hogy milyen lobogó alatt megyek, hát ezek nyilván nem tudtak volna Jézus Krisztus ábrázoló lobogó alatt, vagy Szűz Mária zászló alatt menni. Miért? Mert Szűz Mária zászló alatt nem lehet ilyen gaztetteket még lehajtani. Mert ezeknek hatásuk van. Mert a zászlótartónak vagy a zászló kiesik a kezébe, vagy akik rosszat akarnak, azoknak a rossz eszköz esik ki a kezükbe. És szó szerint megtérnek. Tehát tudatosan alkalmazott jelhasználat. Napnál is világosabb. És hát azért jelenések könyve, mert adva. És amikor eljut a fekete lóhoz, és azt mondja, hogy aki azon ül-e mérleg vala a kezében, hallék a négy lelkes állat közszózatot, amely ezt mondja.
mérleg, tehát mérlegelés, kimérő, számítás. Buzának mércéje 1 dénár, az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és olajt ne vett. Na most a bor rossz fokozaton, amikor nem azt nézem, hogy ez bor és egészséges mértékkel, ez alkohol. Olaj. Olaj már, olaj. Nem más. Tehát a manipulációnak is mérleg. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Kereskedelem. És végül jön a negyedik magas. És amikor felnyitotta a negyedik pecsétet, na honnan jött a sárga veszedelem? A negyedik ló ilyen színű, sárga színű, valójában hulla színű ló. Na de a hulla, azt mondani is szokták, sárga, mint a halál. Na de ez nem a napsárga, nem a fény sárga, hanem hát ez a tényleg ilyen hullasárga. Tehát jön a negyedik lóvas. És akkor emlékezzünk, nyilas, eleve tejút tengely, nyilas irányába tejút központ, felé tudunk tájékozódni. Elmozduló, skorpió, jön a hadakozás, háborúság. Utána jön a fekete ló, lovas, mérleg, minden patika mérlegen kimérlegelünk. Árakról van szó. Ki viszi a kereskedelmi árfolyam, mint a búza? Hova kerül a magyar termőföldekről a magyar búza? Kereskedelem. Vég nélkül lehet folytatni. Mit csináltak abból, amit mi kenyérnek szeretnénk látni és ízlelni. Hát mindenre emlékeztet, csak búzából készült kenyérre. Az olajat már nem is említem. És végül jön a negyedik pecsét felnyitása, és akkor viszont visszafelé szűz. Magyarul halak világhónapban vagyunk, bezárultuk. Visszaszámlálás. És kit fogunk ott tapasztalni? Akkor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkisállat szalátörmű, ezt mondja vala, jöjj és lásd, és láttam és íme egy sárga színű ló, tehát ez az eufémisztikus, a eredeti szövegben is hulla, tehát akik megnézték, hulla színű ló, de ez a sárga, na ez a sárga veszedel, a régiek szerint. És emlékszem, tehát a 70-es években gyerek feje mondták, most a vörös veszedelem van, de majd jön a sár. És akkor kérdezte az ember, és az mi? És megneveztek egy országot. Most nem nevezem meg. Hát nekem olyan távolinak tűnt, amilyen messze van. És 21. században a globalizációnak ki az egyik főszereplője. Tehát a veszélyek jelezve vannak. És azt már nem is említem, hogy tulajdonképpen népek nevei milyen tulajdonságokat jelenthetnek adott esetben. De oda kell figyelni, mert népek történelme összegződik a végjáték idején. És ez sárga színű ló, és aki rajta ül, annak neve halál, a pokol követi vala azt, és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy jöjjenek fegyverrel, éjséggel, halállal, földnek fenevadai által. És tulajdonképpen itt kerültünk bele a haláltengelybe, saját tengelybe. Tehát hogyan lehet győzni, emlékezzünk vissza. És nehogy azt higgyük, hogy több leírás kapunk a jelenések könyvében, hogy hogyan lehet győzni. Tehát van egy tulajdonságkör, nekünk ez ismerős. Mert elődeink ezt a tulajdonságkört mozgósították nemzedékről nemzedékre. Ez nem az övék, ez nem magántulajdon. Ez tényleg köztulajdon. Ez tényleg mindenkié, mint ahogy a barokk kornak, vagy Mária Terézia idejében is nem egy olyan metszet készült, ahogy hogy ábrázolták a magyar szentkoronát, nem magyar mesterek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy majd már annyira elfogult volt, hogy így örökítette meg a magyar szentkoronát. Ábrázolják a földnevezetű bolygót, mint golyót is, mint bolygót. Be vannak rajzolva a földrészek. Tehát a kontinensek, ahogy ők látták akkor, 1440-es években mondjuk. Van egy őve a Földnek, ez az állatőr, és kozmikus környezetben.
és a föld tetején félreérthetetlenül a magyar szent korona van. Tehát a föld megdicsőülése, szó szerint megdicsőülés, ennek mi lehet az eszközője? Ha ilyen keretek között gondolkodunk, és ezt a történelmet valljuk a magunkról, akkor el kell jutni újra a magyar szent koronáig. És ha nem jutunk el, akkor őrizd jól, hogy el ne vegyék tőled. Egyébként nagyon jól őrzik, hozzá kell tenni. Tehát akik ott szolgálnak a szent korona mellett, ezek gyakorlatilag a legjobb kiképzést kapott katonák. Tehát olyan katonai kiképzést kapnak, ők maguk mondták el, ha helikoptert kell vezetni, akkor ő tudja. Ha vadászgépet tudja, ha harckocsit tudja, ha tengeralattjárót tudja. Tehát annak idején, amikor kérdeztem, hogy tényleg ilyen a kiképzés, elmondták, most volt egy újabb fokozat nemrég, ami egy új fokozatot jelent, de őket megint úgy fogják kiképezni. Tehát visszatérve mit jelent? Nem díszőrség, hanem... Tehát ahol van katonai kiképzés, újra elmondom, ilyen fokozatban az elitek elitjét szokták kiképezni. Miért? Mert mindenhez nem érthet mindenki. De neki mindenhez kell érteni. Miért? Mert nem várhatjuk meg a segítséget, ha baj van. Még jön valaki repülőgépbe, hogy érthető legyen, mindenhez kell érteni. És elmondja a főparancsnokuk, az ezredes úr, hogy ők maguk, akik ott vannak, és éjjel-nappal ott szolgálnak. Egy idő után azon kapták magukat, hogy a Szent Korona milyen a kapcsolat. Itt van benne. Tehát itt. És érzik, és életet éreznek. Csak azért ezen fogjunk már fel dolgokat, de nem. Hát amikor Amerikai Egyesült Államok hivatalból visszaadja, akár Cyrus Vance nyilatkozik, akár Jimmy Carter nyilatkozik, hát ezzel mégis nem akárkikről van szó, hogy nyilatkoznak. Életük legmagasztosabb időszaka volt ez, amit átélt. Akkor egy nép, akié a Szent Korona, akivel úgy mond, hát mi vagyunk a teste, az miért nem él át ilyet? Mi az, amiért nem vagyunk? Mert mindig van valami. Tegnap csatlakozás, ma járvány, holnap tilalom, holnap után felszabadulás, utána a jó ég tudja, hogy mi következik, és állandóan a lényegről terelődik el a figyelem. Tehát óriásiak a esélyek is, a lehetőségek is, meg ugyanakkor néha bántóan, tehát ahhoz képest egy kicsit bántóan rögzül a viselkedési formák. És még egy utolsó egyébként a Fehérgó vonatkozásával, vagy szerintem lehet, hogy még egy ráadás valamikor tilalom után majd visszajövünk rá. A végjátékban, hogy mit jelent a fehér ló? Tehát hogy lesz vége a hamis proféta idejének, a fenevad idejének, a sárkány idejének? Nagyon egyszerű. S látán, hogy megnyílik az ég. Na most, hol tud megnyílni az ég? Megint magyar nyelv. Hát akárhol meg tud, de fehér lovon jön. Na most, ha Jézus Krisztusnak jó a fehér ló, világos, akkor én miért szígyeljem? Tehát itt vannak az írtózatos népkondok. Tehát ér, aki győzve, kijöve, hogy győzve, győzzön. És a végjátékban maga a visszatérő, világ fölött ítélkező Jézus nem nehéz kitalálni, annyi mindenen jöhetne. Jöhetne gyalog is. Hát mennyiből tart? Megnyílik az ég, és jön valaki fehér ruhában, és hatalmas nagy fényben, fehér lovon. És láttam, hogy az ég megnyílt, és íme vala egy fehér ló. És aki azon ül, vala hivatik, vala hívnek, és igaznak, és igazságosan ítélkezik, most sok mindenki van. Mennyei seregek követik vala őt, fehér lovakon, fehér tiszta dolgot hallatozva. Na most kicsit pontosítom.
ezek a tulajdonságok szinte genetikai mélységig melyik népre jellemző? A Petőfi is mondja, a lovas nép vagyunk. Világos? Hát egy francia, vagy egy angol, vagy egy nem tudom milyen körben, nekik is megvan. Gala kakas például. Na de nem kakas hátán jött. Tehát bármennyire hihetetlen, végül is oda jutunk, és nyilván bárki, ha foglalkozik bármivel, eljut oda, ha teljességre törekszik, hogy egészében kell látni a dolgokat. És ha történetesen nem ez lenne az anyanyelvünk, nem ide születtünk volna, akkor mi lenne a kutya kötelessége mindenkinek? Az adott, odaszóló kulturális nyelvi közegen belül a teljességet megtalálni. Nekünk tárcán kínálja a sors, nem élünk vele. Vagyis nem olyan fokon élünk vele. És az idő az nagyon megy. Másoknak tárcán nem kínálja a sors, mi? De ebben az összefüggésben elnézést nem tudná azt mondani. Kínálnak mi a nagy állatalakos jelképe? Sárkány. Hát itt kicsit rosszul jár a sárkány. Tehát az ember megdöbben, van egy képi világ, mi érthetnénk, nekünk szól, és már elbarikádozzuk magunkat. Egy biztos, remélem nem lesz olyan, hogy akkor most fél évig megint valami tilalomba kerülünk, hát ha úgy hozza a sors, akkor folytathatjuk majd. Innen egy kicsit beljebb lépve a szövegkörnyezetbe, mert azért hát lehet látni, hogy azért vannak köszönöm szépen, hogy itt voltunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltunk.